open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 6 óra után 13 perccel itt vagyunk, és kezdjük a csütörtököt. Hello, mindenkinek jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Hát soha rosszabb, mert jó volt a kis kibüfét. Kibüfé. Soha nem gondoltam volna, mondjuk egy ilyen 20 évvel ezelőtt nem gondoltam volna, hogy bármikor is örülni fog egy boncsolynak, de most már nagyon. Változnak az idők. Nem, csak diétán vagyunk. Hullnak a zenék. Erős zenei diétán vagyunk itt az elmúlt hét. Igen, hullnak a zenék, és ennek már egy boncsolynak is örül az ember. Úgyhogy... Így van. Tartsunk egy olyan napot, hogy csak rokkosabb zenéket nyomunk? Én nem bánnám egyébként egyáltalán. Hát nekem ugye... Azonnal csap le rá, hát soha életem nem kapsz még egy Na. Soha vissza nem térő ajánlatot ajánlok föl most neked. Igen? Jó. Mit kell értetem? Nem kell bújnom a pult alá és kérdeztetni? Kávéval? Nem, hagyjuk a kávét, gyere a pult alá. Na jó. Vegyél egy kis ecetet a szádba. Ja, jó. De várjál, van nálam, hogy hívják is, tudom én, egy kis eukaliptuszos. Nagyon jó. Vagy várjál, akkor legyen ez egy olyan nap, amikor erre kicsit rákészülünk, mert a zenékből, ami ott van bent ebben a gépben, nem tudom, hogy meg tudjuk ezt oldani. De most nyilván nem arra gondolok, hogy nagyon-nagyon, tehát nem rock rádiót csinálunk, hanem olyan zenéket teszünk be, ami azért inkább rockos. Aha. De nem izé. Nem nagyon már kezdesz. Nem, most nem arra gondolok, nem metál, meg jó. Nem. Tehát nem. Jó, mi az, ami még nem az ötödik sebesség. Ebből válogatunk. Tehát ami itt van bent. Tehát nem hozhatsz be nekem CD-ket külön, mert az elmegy a kanajon. Ez sem jelent problémát. 3 éven keresztül hordtam be ide a CD-ket. Be vagyunk tárazva. Várjál, hogy tudok ebből kiátrálni? Figyelj, tartsunk majd egyszer valamikor egy olyan napot. A jövőben valahol, valamelyik rádión. Valamikor egyszer, valahol. Nálatok egy kerti parti során. Valahol valamikor most egyszer. Most még dobd be a december 4-et. Nem, rengeteg egyébként. Egy rakás olyan a kanadai, amerikai, hát mondjuk Európában nem sok ilyen zene termet, sajnos az utóbbi néhány évben, de hogy ilyen, ez az amerikai típusú gitárzenéből, ami dől a rádiókból, tengeren túlon, vagy az óceánon túl, na jó. Rengeteg van bent. Akkor megpróbálom ilyeneket is leadni. Na, jó. Ilyen közös kompromisszum. Jó. Aha. Ez most, így, most közeledtek az egy álláspontok, mint a jaltai konferencián, érted? Mikor Stalin, Churchill, meg nem tudom ki volt még ott. Voltak még ott. Voltak még ott. Közeledtek az álláspontok, jó? Akkor ma keresünk olyan zenéket, amik rockosak. Na. És kidobunk egy-kettőt a gépből, és tartunk egy ilyen félig meddig rock napot. Aha. Jó, az jó reggel. Jól van. Jó reggel. Az azért ne legyen benne, hogy ha gitár van benne, akkor az már... Ne, az nem lehet, csak ismert legyen meg. Tehát a mérce az, amit én is ismerek. Mert akkor azt ismeri a nagy átlag, akik nem szeretik a rockzenét. Amit én már nem ismerek, azt már nem ismeri az a nagy átlag, aki nem szereti annyira a rockzenét. Olyan van, hogy az előadót ismered, de egy új dalt hoz be, Jani? Vagy olyan lehet, olyan lehet. Olyan lehet. Nem megyünk neki a zenei szerkesztésnek, vagy zenei szerkesztési elveinknek, mint ott az anyjának, érted? Nem de ez kicsit feldobjuk csak ma. Handjob, de... Ma kicsit feldobjuk. Jó. Jó, úgyhogy ilyeneket, akkor ilyen zenéket fogunk ma berakni. Hát próbálok a kedvet bejárni, látod? Olyan kis szomorú vagy. Hogy olyan, láttam, hogy olyan kis levert vagy, mint füles mackó. És de nem gondoltam, hogy... De. Akkor hagyjuk. Ha nem vagy, akkor hagyjuk. Nagyon kész vagyok, nagyon vágyok valami jó kis. Kell néha. Jó. Én ezt tudom most neked tartani. De akkor már törd a kis buksidat, mint Mici Mackó. Persze. Ezt szerintem legyen az első valami jó kis old school kid rock. Jó. Nem a mostani, hogy hívják be, bár nyúlt ilyen kis country is, hogy hívják most, hanem még amiben azért felsejlett egy-két Metallica riff is. Szűrő. Amikor még a rock név, ugye. Szűrő. Aha, igen. Az adta magát. Átment. Na, na, mindig lesz egy robot, ami megszűrő. Ja. Meg jó? Jó? Megkérdezzük majd mindig a szervert, hogy átmegye Kid Rock. Az első átment. Tehát a fél nyolc, a fél hetes zene az átment. Akkor egy jó Kid Rock. De ne az Old Summer Long, tehát ne ilyen, hogy ilyenre gondolsz. Whiskey Alabama, tehát azért ennél te is keményebb vagy. Bobby Daba.
Babi Deba ott van. Oké, okay, jó, meg jó. Is vagyunk egyel. Na, ez egy egész jó nap lesz. Na, látod, hogy mindig be tudok úgy jönni, hogy valahogy azonnal okozok egy kicsi meglepetést, amire nem számítod. Ez azt hiszitek, hogy ez csak megint egy ilyen szokványos, szürke, csütörtök reggel. És lásd, nem. Hát tegnap, Bali bejön és egyből csavar rajta egyet. Tegnap meglepte minket a női papucsol, amit felvettem a nadrághoz. Engem nem. De hogy ez tényleg ügy legyen a Facebookon, de most komolyan, és ezzel kapcsolatban szeretnék tőletek kérdezni egy-két dolgot, tehát hogy tényleg adjatok már tanácsokat, hogy lehetnék kompatibilissal a korral, amiben élek, hogy például hogy fűzzem be ezt a tetves konverzt, hogy megfeleljen nem az emberek. Valaki még azt is elemezte fent a Facebookon, hát ez szörnyű, hogy túlszorosan van fűzve. Aha. De hogy fűzzem be? Lilla volt a lábad? Befér vagy? A kis ujjam, akkor az menő, hogyha nem fér be, akkor az rossz. Vagy hogy kell befizetni? Mert masnira kötöm, képzeljétek el. De mire kell a konverzet? Kérdezem én tőletek ugyanezt, a saját hangomon ezúttal, hogy kell csomóra? De lehet, hogy csak nem, így vissza kell dugni, lazára, ugye? Csomóra, lazára kell, nem kell csomóra kötni. Igen? Nem kell. Most én is megnéztem, mert igen, ezt észre se vettem, mert tényleg elég pronyesz. Na jó, mi a pronyesz? Szegényen van egy cipő, amiben van kötve. Oké, írom, pronyesz. De a Laci, amit most nem mutogatsz, az egy olyan modell, amiben nincs is fűző. Tehát, hogy nem is fűzöm be végig. Várja, azt mondom. Mi volt a baj a papucsal? Pronyesz. Mindjárt visszatérünk, hogy női. Hogy női, és hogy nadrághoz vetted fel. Hát mihez vegye, szoknyához? Tudja anyám, hát mit tudom én, hát én nem értem. Milyen nem... jó, hogy én nem olvasgatok Facebook kommenteket. De nem, csak hogy... Jó Isten, milyen én, jó, hogy én nem olvasok Facebook kíváncsi vagyok kommenteket. Rá, mert mindig kíváncsi vagyok, hogy a különböző posztok hány lájkolt, hány megosztás, stb. Tetszik nekik, nem tetszik nekik. Én azért figyelem ezeket a dolgokat. Ezért jobb az instás közeg. Tehát ott 9124 a képünk egyébként, uh-huh. 53 kommentel, és... De oda nem lehet írni Instára? Nem de lehet. Várjál, ja, most akkor nézzük az Instásokat. Mert eddig nem olvastam. Azt mondja, Csinos Póló János. Ki ez a légkondi szerelő? Vali, az a flip-flop papucs nem semmi. Janinak jobban durran a vádlia. Az... Jó, volt egy elismerés a körülök. Köszönöm szépen. Balázs, kicsit kilóg a lábad az ultramodern topánkából. Feri, te gyúrc. Jaj, Józsika olyan kis aranyos. Na, ezeket például szerettem. Nagyon menő a papucs. Hallgatom. Balázs, nem is nagy a fejed. Na, szóval ilyenek jöttek. Aha. Én nem nagyon szoktam ezeket olvasni. Néha olyan van valaki, akkor Jani, imádlak és jó a pólód. Mi az a papucs? Jani, te fényben járó. Bali, egy puszit dobó szívecske. Na látod, azt, Metallica, ennyi. Ki nyerte meg a meszt? Metallikás póló mindent visz. A Jani vádlia vastagabb lenne a Gyugyénál. Ez az Jani. Összejön az új album, Rock and Roll. Jani milyen kicsi. Gyugyáknak jó a gatyája. Az a papucs. Na, ezeket értem. Most én is elolvastam. Nagyon ritkán olvasok. Ha valamit kérdeztek az Instán, akkor én azt egyébként megválaszolom kommentben annak, aki kérdezi, de nem szoktam ezeket így végigolvasni. Azt láttam, hogy 9000 lájkot kapott, az egyébként egész jó. Balázs egyedül, meg majdnem 5000-et. Úgyhogy az szép, az csak 17 kommentet. Szóval szétszették a tornacipőret és a papucsomat. 17000 lájk, tehát hogy azért az nagyon azt jó, nagyon tehát, hogy nagyon szeretik ezt a dzsuzsákos képet, ugyanakkor megmondom, vannak ilyen értelmezhetetlenek, meg van olyan. Viszonylag kevés van most a törpézősből, azért aki írta, hogy Zsuzsák Balázs elhozta a kabala törpét, majd egyszer szemtől szem is találkozunk, mert valahol van. Nagyon álva lesz elverve. Valamilyen kihalt tercsos parkolóbot hátul a szemeteseknél, jó? Én szerintem tök vagány, hogy csak tényleg a nagyon bántó kommenteket törőjük. Én úgy szeretem, hogy csak az, aki anyázik, vagy zsidózik, vagy nem tudom mit csinál. Tehát azokat töröljük, de egyébként lehet. Szóval, persze lehet oltogatni, nincsen vele gond. Lehet oltogatni, és szerintem csak szellemesen. Persze szellemesen, de annyira bénák azok a közszereplők, akik féltve a saját imidzsüket azonnal törölnek mindenféle minimális negatív hangvétellel megáldott kommentet. Tehát, hogy a komment azért van, hogy odaírta a véleményedet, és ez tök jó. Én is csak a nagyon-nagyon-nagyon bántóakat, nagyon személyeskedőket, vagy nagyon öncélúan bántókat szoktam törölni. De egyébként én bírom. Szóval, hogy lehet. De nincs ezzel baj. Egyébként nem egy női papucs, az egy sima Hawaiian, az 100 forintos ilyen fehér sima papucs, amit én szoktam. Az, hogy 100 forint, 100 forint, jó lehet a Hawaiian. Elmondom, jó, nem 100 forint, 100 bat, amilyen 500 forint Tájföldről. Tehát, hogy ilyen nyilván hamisítvány, de hogy... De annak az egy zseni. De egyébként nem ér többet egy Hawaiian az papucs, tehát nem ér meg 5000 forintot igazából ellen, viszont ha a Tájföldön elmész, az 300 bat éveszen négyet. És miért nem lehet a farmerhoz tanga papucsot fővenni? Simán lehet. Én sem értem, hogy mi a baj vele. Nincs is ilyen, hogy mit lehet, vagy mit nem.
Azt lehet, amit te hordasz, tudjuk. Amit én hordok, gyerekek, az hordjátok én bátran. Aki nem ismeri, az proli. Ennyi, de én bírom a kommenteket. Én nem vagyok, várjál, oké, ha nem tudok öltözködni, akkor nem, senkivel nincsen bajok, de ne rám halagudjatok. Én nem ismerem, tehát ergo proli vagyok, de hogy engem nem is zavar. Tehát, hogy érted, én nem ismertem, nem tudtam, én ránézek a képre, és azt mondom, hogy oké, ez majd, mit tudom, 10 év múlva nekem is így kell majd a hordanom, nem most Balázs így hordja. Hát most ne, biztos érted, hogy hát ha nálunk is bezgyűrűzik ez valamikor a babon családban. Nincs kedved rövid gatyát fölvenni, de már úgy érzed, hogy cipőt csak fölkapsz egy papucsot hozzá egy pólóval, aztán kész, simán. Én szoktam rövid gatyához is. Én ezzel lepődök meg, hogy valaki tudja. Hát tényleg nem értem. De, hogyha, de ha valami izé lenne, hogyha valami MDF-fiacos tornacipő lenne rajtam, akkor meg az lenne a baj, tudod. De nem, hogy nem, elmondom, ne kös ekkora masnit, Hát ekkora a fűző, basszus. Ne. Mit csináljak? Te kerüld meg a lába, akkor meg az lenne, tudod. Húzd meg, tedd be a lábad alá, és lépjél rá, és akkor egy kicsit az egész lazán, mert így úgy nézek ki, mint Pistike, aki elment. Sétálgassál már úgy, hogy a cipőfűző a talpad alatt van egy úgy nézek ki, mint Pistike, aki elment a sóstói balatoni táborba, és majd jönnek érte a szüleim. Te írod ezeket a kommenteket? Basszus, akkor én is beszállok. Tehát így Pistike is egy kicsit, ne legyél Pistike, egy kicsit húz lazábra, egy kicsit engedd ki, lépjél rá, vagy nekem is ekkora masnit, mert apám kötött utána ekkora masnit, amikor még nem tudtam bekötni a cipőfűzőmet. Tehát hogy ez valóban egy kicsit ilyen Pistikés. Hát de gyárilag ekkora fűzőmet. Nem kellene ilyen tapsi fülmasnik, érted? De teljesen fölösleges. Biztos van fönt valahol a izén, egy YouTube-on egy ilyen alternatív fűzési módok, nem? Kell ilyen? Van egyébként. Az nem jó, hogy nem kiveszem belőle a fűzét, mert Lacinak sincsen, csak egy befőttes gumival elkötöm, mint a szárán. Na, az is jó. Ne, az jó, nem? Jó, nem, a vastag a teljes gumival. Na, az még jó. És akkor meg is vagyunk. Az is na, jó. Na mindegy, szóval érdekes tényleg, hogy ennyire. Ez jó. Ennyi jelentés van. Közszereplő, azt nekünk ez bírni kell. De a pólódat meg lájkolták, érted, imádták, hogy metalikás menő. Ha most egy menő, egy nem menő, akkor pont nullán vagy. Érted. Pár néhány évvel ezelőtt még koszos csöves voltam már. Na, az képest most nézd meg, hogy kikupálódták. Hello. 10-15 évért. 60 éskorban már menő lesz. Nézd meg, mi lett belőled. Jól van. Na, mindenkivel minden rendben, jól vagyunk. Meg volt a tegnap, lement. Jól van. Jó, megnéztem most, hogy ha már itt a kimutatásoknál tartunk, hát segítsünk majd rá, szerintem erre a dologra. Picit Huna nyár, Polgár Peti és Hungary Cool. Most 131 ezernél tartunk nézettségbe. Az ez elég jó szerintem, de lehet még jobb is. Mennyi lett a Hunadalhoz hozzá? Az majdnem 4 milliónál tart már. Azt a mindenség. Vigyázz, 1 milliótól fizet a Petinek, csak mondom. Mennyitől? 1 milliótól. Akkor azt hagyjátok. Tehát most, állítsuk meg. Akkor a Balázs a Tahó videóból már vehettem volna egy új kérdés. Az a baj, nem te tetted föl. Az a baj, nem egyébként, hogyha meg lenne a Sameszod, aki ilyen kedves volt annak idején, egy mondjuk egy fele pénzt azért akkor átdobhatna. Akkor meg lenne az új Panamérám, vagy valami. Na, nagy és gyors. Egy nagyon nagy Panamérám már meg lenne belőlem. Na jól van. Oké, akkor ismételhetünk, ha mindent megbeszéltünk már, ami a tegnapot illeti. Nagyon velem se történt semmi igazából, amit így el tudnék mondani, úgyhogy ismételjünk. Mi az ismétlésünk? Ja, az üzenetek. Jó, megmutatjuk az üzeneteket. Oké, jól van. Szóval, hogy igen, tudjátok, hogy mi volt tegnap. Felvezessem a témát? Hát egy, de csak egy pár majd. Mindig szoktam gondolkozni, hogy fel kell azért műsorkészítői feje, mert nem biztos, hogy mindenki hallotta a tegnapi adást. Az viszont most hülyén ül, hogy mik ezek az üzenetek. Ja, ugye? Aki csak 8 után kapcsolsz, vagy aki 9 után kapcsolt, az... Igen. Szóval végeztek egy kísérletet, egy motivációs tréningen, ahol a nőket arra kérték meg, hogy küldjenek üzenetet a pasiuknak, ami arról szól, hogy szerettek édesem, és megnézték a válaszokat. Hogy mit válaszolnak a pasik. És mi is megcsináltuk ezt a kísérletet, arra kértük a hallgatóinkat, hogy küldjék el teljesen váratlanul párjuknak, hogy szeretlek kicsim, és nézzük meg, küldjék el nekünk a válaszokat. Hát a legkevésbé azok jöttek vissza, hogy én is kicsim, nagyon örülök az üzenetednek, és én is szeretlek. Volt minden. Az én is a Balázsikot hallgatom, a rohagy meg, akinek akartad ezt írni, megcsaltál. Szóval minden volt, minden esetre a teszt az érdekesen sikerült. Adás után, amikor rátelefonáltam Munira, az első szava az volt, hogy örökké. Ezt most mire értesz? Mondtad, hogy te is a Balázsikat hallgatod? Mondtad neki, te is a Balázsikat hallgatod? Anya, én vagyok az. Ez most, ja, te vagy? Ja, akkor mindegy. Jó. Akkor lecsó lesz. Hogy állunk játékkal? Elég rossz. 2-1-re mennek a hallgatók? Az nem túl biztató. Szóval akkor megint lehet esély arra, hogy behúzzátok a hetet. Igen, ha megnyerik, akkor beúszhatják a hetet. De egyenlíthetünk is, akkor viszont elsöprünk benneteket holnap. Úgyhogy valaki olyan játszon, aki bírja a nyomást, és meg tud bennünket berni, hogy egy újabb behúzott hetetek legyen. Jó, mutatjuk, hogy mi történt velünk tegnap, aztán jövünk Ákos hírei után.
Hát ez a lehetőség megvolt. Én támogattam, megadtam. Ez elment. Ez elment. Úgy érzed, hogy ez ennyi az volt. Az a bizonyos lehetőséget nem lehet. Sajnos én megadtam a lehetőséget. Legyen egy ilyen laza, lájtos, szerethető rock nap, amikor dallamos jó, tényleg jó kis rockos dalokat. Brian Adams. Jó kis rockos dalokat játszunk. Hát ez Summer of 69. Sose lesz többet ilyen lehetőséget, hogy ezzel éljen. Ez erre semmivel se volt keményebb, mint bármilyen Guns N' Roses standard. Hát maradjunk ennyibe. Hát azért de. De hát azért de. Mit csúnyán kiabált a bácsi? Hát ez szörnyű volt. Ez maga volt az Armageddon. Jó úristen. Jézus, atya úristen. Jó, nézd, figyelj, én úgy jöttem be, hogy legyen ma egy ilyen nap, hát én nem, egyszer nem tudok jobban a kedvetekbe járni, de ha olyanok vagytok, vagy olyan vagy, mint a kisgyerek, aki elt egy szaloncukrot, és utána lezabálja a fáról az egész fát, akkor, nem, akkor az a kisfiú a következő karácsonykor nem ehet szaloncukrot. Uh-huh. Tehát, és én mondtam, hogy egyél meg egy szaloncukrot. Bementél, leszetted a csúcsdíszt, fölültél a fára, és az összes szaloncukrot megette. Ez a dal kétszer ment le Magyarországon, egyszer, amikor behoztam egy 2 évvel ezelőtt, meg most úgy, hogy már megért a gyerekek. Picit, hogy is mondjam, csak a csúcsdíszt, gyere le a karácsonyfáról, és menj aludni, mert 10 óra kicsit van. Kicsit ledolgoztunk abból a kb. 10 éves lemaradásban, mivel egyébként a magyar kereskedelmi rádiók vannak. Úristen, folyik vér a fülemből, Zsül, nézd már meg. Jézus, kifolyt a bal szemem, csak mondom egyébként, hogy a negyednek az egyik kedvenc amerikai előadója Creed Rock. Na jó, de nem a zene miatt, hanem a teste miatt biztos, nem? Nem, de Feri, neked jobb tested van, mint Kid Rock. Tényleg? Igen. Nem szép? Hát nem. Nem az akkor a tényleg szegény csávó. Nem az a tipikus sportos alkat, viszont ennek ellenére sikerült a kipipálni a Pamela Andersont is többször is. Igen, azért az jó. Az hogy jó. Együtt pipáltak, hol egyik, hol egy, másik. Hogy hívják egy tornából felmentett háború esetén 20 kategóriájú testtel, és szemtengely ferdülést azni még így is sikerült összehoznia valahogy. Ügyes. Na jó, van, játsszunk akkor egyet, jó? Azt mondja, hogy 2-1. Uh-huh. 2-1, úgyhogy ha valaki nyer, akkor meg behúzhatjátok eltet. Úgyhogy nagy a nyomás azon a hallgatón, aki már itt is van velünk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Jó reggelt, hello! Hello, Szilvi, honnan hívtál minket? Budapestről. Szép város. Szilvi, és mivel foglalkozol? Az meg merre van. Szakács vagyok. Szakács? Nem volt túl nagy lelkesedés. Igen. Tegnap is játszottunk egy szakáccsal. Vagyunk egy páron. Hát, én is hallottam erről. Igen. De nem vagy túl lelkes. Amikorán van. Akkor hívjunk később? Igen, ne, a mikor akarunk zavarni. Nem zavartok. Meg izgulok, mert nagyon nyomás, ahogy ti is mondtátok. Azt direkt mondtam, mert még jobban izguljon az a játékos, aki adásba kerül. Megnyerhetnéd a hetet. Bizony. Wow. Akkor ti is nekem drukkoljatok. Jó. Jaj, rá, Szilvi. Mi mindig a hallgatónak drukkolunk. Ez hülyeség. Gondolom. Nyilván ez nem így van, ez hazugság. Kivel játszanám? Hát a Ferivel. Jó, ide jó. Oké. Végre. Ferivel. Feri még azt nem is játszott a héten. Na, indítjuk az órát akkor, Jani. 3-2 van. Azt a kutyapályát kezdjük el előről. Várja, hagyj nyomlázzon. Jani, még egyszer. Azt mondja. 3-2 van, fire! Már műszakban vagy, Szilvi? Már műszakban vagyok, 7:30 óta. Étterem? Étterem, bizony. Menni? Azon a téren, ahol te is vagy. Jó, ide jó. Gyere csak át. Csak én a másik felén. Gyere át. Olaszos vagy? Olaszos. Bizony. Gondolom tudod, melyik hely. Sejtem, ha tér másik végén van. Szereted a szakmád? Szeretem. 21. évemet nyomom benne. Külföldben gondolkozol? Sosem. Aha. Jó itthon. Jó. Biztos akarsz valamit kérdezni, ugye? Hát kérdeznék, igen. Igen. Ott a vége. Ejj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 j
Szilvi, hát nyilvánvaló azért választottál engem, mert megakartál valamit tudni, akartál velem dumcsízni, én itt kérdezgettem, éreztem, hogy belállunk egy kicsit a földbe, mondom, átdobom neked. Nagy volt a nyomás, nagy volt erre a nyomás. Erre még a kérdés föl se tetted, és nyomtál egy igen, hát most ne rám haragudj. Gyere át egy nem tudom mire. Egy jó pacsal, krumpli nélkül? Nagyon jó. Fehér kenyérrel, savanyúval. Jó, ne, jó. Ne, hogy azt mondta, hogy fogyókúrázol, és nem ehetsz kenyeret. Nem ehetek kenyeret, mert ilyen cukordiétán vagyok. Aha. Azt megértem. Na de jó, majd viszek magammal barnát, jó? Oké. Oké, Szilvi, a barnát inkább ott. Igen, a barnát tedd le inkább az étterembe. Nálad. Puszi, sziasztok. Így is van elég baj a takarítással minden étteremben. Szilvi, köszi, ciao. Hello. Akkor viszont 2-2. Így is 2-2. Visszarántottuk. Nagy lehetőség volt az hallgatóknak, de hát nem... Nem tudtak élni vele. Így viszont holnap be kell, hogy húzzuk a helyzetet. Mert ezt többször nem adjuk meg. Ezt a lehetőséget. 4 perc, pontosan 7 óra. Ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk. Mi pedig jövünk Ákos híre után. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. Akik nélkül nincs reggeli rádiózás. Jöjjtök a legjobban. A mikrofonnál Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Reggeli műsora. 7 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Csütörtök van, marad a kánikula, marad a jó idő. Azt nézem, hogy vasárnapig, amikor is jön majd egy pici enyhülés, bár nem kell most enyhülés, hiszen volt hidegfront, úgyhogy 1-2 hétig most lehetne megint ilyen jó idő. Ez a 30-30? Én úgy szeretem. Na, a 30 az kicsit erős, de ez a 30, ez nagyon jó. De vasárnap csak valami eső van egyébként, egy kicsi. Egy kicsi lehűlés, igen. De aztán marad. Tegnap vettem egy bringát magamnak, és... Mi van a régivel? Ajajajajaj. Hát, odaadtam a Viki húgának. De rendes vagy, te egy igaz... Oh, egy igazi nem volt férfi. Bringája, és azt mondtam, szegély. Hogy akkor hát egy kicsit jobban megszeretsz. Vidd el ezt a bringát. Mi van nem, a kapcsolatban, mennyire kéne? Igazából rossz bringát vettem magamnak, mert én egy ilyen citybike-ot vettem. Aha. És úgy éreztem rajta magam, mint a majom, tudod, amikor fölül egy ilyen köszörűkőre. Nagyon nagy a kereke. Ez az egész bicikli nagyon béna, illetve nem béna, hanem én rájöttem, én a Montikat. Én a Montikat szeretem. És most vette egy mountain bike. És vettem egy Monti, tegnap felavattam a gyerekkel, egészen jót mentünk, úgyhogy én nagyon bírom ezt a 30 fokot, amikor még este 9-kor is világos van, jó idő van. Ilyen időzónában. A gyerek a vázon ült? A gyerek jött a saját Montiával, tanult már egykerekezni egy kicsit, meg ugratni, meg teljesen... Tanult, vagy fontos... ráfutott valami durva dolog. Abszolút fontos dolgokat tanítottam a gyereknek, hogy lehet fölrántani az első kormányt, meg egy kerékre állni, de nagyon jó kis Montit vettem, úgyhogy lepasszoltam a citybike-ot. Nem használtam, nem szerettem. Nem ja, beszámították az újnak az árába? Nem, családot besegítettem a családot. Jótékonykodtam egy kicsit, és odaadtam a Viki húgának. Basszus. Még meg akartad elni. Nem, mert arra gondoltam, hogy tehát, hogy minden új kerékpár vásárlásnál kötnék Balázsról egy előszerződést. Az velem jó jársz. Velem úgy kell, hogy vedd meg, de fél áron egy év múlva visszavesszük. Nekem nagyon tetszett az előző bringája. Az hát, az eléggé rendben. Még családon belül van, hát ha megunja. Az egy nagyon jó kis bringa volt, ez egy Kellys bringa volt, az. És egy nagyon jó kis bringa volt. Nagyon, figyelj, nagyon patent volt. Úgy vettem meg, mint amikor minden felszerelsz rá. Tehát te az a vásárló vagy, aki ha nekem lenne bármilyen boltom, én az ilyenért könyörögnék. Én egy picit soknak tartozom napvitorlát, de egyébként... Ugye? Tehát ő az, aki mindent, te mindent megveszel. De én a Montit is úgy vettem meg, hogy jó, ezt kérem szépen, holnap visszajövök érte, legyünk összeszerelve, holnap érkezem. Emberünk azt mondta, nagyon jó, neki ma sok munkája van, nagyon örül, hogy ezt nem most akarom elvinni. Bekocogtam másnap, mondom, kész van-e a bringa. Rettem rá kulacs tartott, sose van. Na, bűnös életben nem fogom használni. Nagyon jó. Kilométer órát, nagyon fontos. Első, hátsó lámpa, életemben nem bringáztam sötétbe, mert rohadtul félek, hogy elütnek engem a Suzuki, és ne öljön meg úgy. Ismerem ne tegyen dolgozszébe. Valami 60 van a Suzuki. Miután elment le, és húzták a redőny, arra meg volt. Arra napra meg volt. Vettem egy olyan sisakot magamnak, egy olyan sisakot, ami megy a bringa színéhez. A bűnös életben nem fogom fölvenni, de mondtam, hogy Bali, ezt most megérdemel. Felfért a fejére, és kettőbe ragasztották össze. 58-as, 62-es a csávó nem akarta elhinni. Mondta, hogy ebben hétvégén bográcshoz
kezét. Hát mondom, te sohad nekem ide, kell. Jó lesz az. Az te abba bográcsozol, és marhapörköltet csinálsz a családnak, én a fejemen hordom. Megvettem a sisakod. A sisak ugyanolyan márkájú, mint a Monti. Narancsárga, fekete. Tehát az egész egyébként baromi jó. Matszínű a bringa is, matszínű a sisak is. Soha nem fogok sisakot hordani. Tehát már most mondom, hogy egy hónap múlva van egy 58-62-es eladó sisakom. Nagyon márkás, nagyon jó. Zéro kilométerre. Egyébként nem, az brutálisan drága volt. Azért kicsit reklamáltam. Az sok volt. Tehát mint a bringa leértékelt volt, de nem tudtam, hogy ezek a sisakok ilyen drágák. Hát, ha védeni akarod ezt a kobakot, és akkor ilyeneket is eladtak neked, hogy hőtárolós kulacs. Egyébként nem vettem egy hátsó ilyen ketály villogólámpát vettem rá, egy izét vettem rá, egy kulacstartót, meg egy kilométer órát, hogy lássam, hogy mennyit mentem. Tehát semmi durvaság nem volt. Sisakot, nincs plusz pedál, nincs semmilyen nincs sajta. Hát hogy egy plusz pedál? Hát tudod, amiben cipőt veszél, és akkor cipőt belakad a pedálba. Azt hittem, hogy négy. Tehát a magyar bringa csak az. Valóldal kettő, jó oldal kettő, érted? Hát legalább a segítés. Elektromos hajtást nem kértél rá? Egy rejtett elektromos motort kértem belőle. Gyerekek, hát jön a tél, rövidülnek a nappalok. Gyere, Meri, gyere, látod apának is, hogy megy. Nem is tegelem. Jött, nagyon ideget. Gurulásból. Apa, nem bírom. Úgyhogy, figyelj, elkapott a pánik, hogy jön a tél, úgyhogy bele kellett ebbe menni. Elment a nyár első hónapjának vége, csak mondom. Mondom, hogy gyerekek, június 22-e óta napi fél perc, egy perc rövidülnek a nappalok. Úgyhogy gyorsan vettél. Lassan, ha húzunk karácsonyra, és jön a havasi koncert, úgyhogy készüljetek. Megyünk bele a télbe, rövidülnek a nappalok. Nagyon jó sport egyébként. Bené, szeret bringázni? Nem, de jó. Ja jó, hát akkor valaki már megírta a márkát. Honnan hát tudja? Hát a narancsárga feketéből mondjuk még anyám is rájött. Csak ja, az ennyire durva? Hát az őszínű. Tényleg? Persze. Teljesen hülye vagyok a bringákhoz. Komolyan? Az az őszínű? Az az őszínű. Igen? Akkor átfestetem. Én nem csinálok reklámot. Ha nem adtok ingyen, én nem csinálok nektek reklámot. Máshol is előfordul, inkább lemoljuk, de tényleg. Előfordul, de ugye ez a klasszik. Tehát azt mondtam volna első három betűt, az a klasszik szív. Küllőtisztítót vettél rá? Vettem rá. Szívecskés küllőtisztítóim vannak minden egyes körnél. Nem áll! Persze, nyilván van szívecskés. Nem, benne van. A csávó elmondta, hogy Balázs. Hello Kitty is. Ha nincs rajta küllőtisztító, akkor elrosdál, elesel, átszúrja a szíved. Egyébként volt olyan bringám, amin volt küllőtisztító. Na jó, 8 éves korodban. Ennyire beteg küllőtisztító. Jó, nagy 4 darab Hello Kitty is küllőtisztítót vettem rám. Sőt, beszélted már a pókerkártya, Edi? Hogy kerepeljen, amikor mentek. Olyat is vettem rá egy dinamót is. Nagyon jó. Dinamos lámpát, hogy mintha régi időket idő. Írják egyébként, hogy nem biciklit vettél, hanem ezek szerint csalakmotor. Egyébként igen. Figyelj, én rájöttem, hogy én mindenkire nagyon szívesen költök, de ritkán költök magamra. Ezt most csak komolyan mondom. Vegyél már fel engem is a listára, mert ezt most csak komolyan mondom, tehát nagyon szívesen veszek meg bármit a Vikinek, a gyereknek. A legritkábban költök magamra, ezért bementem, és már azt mondtam, hogy Bali, ezt most megérdem le. Kényeztető. Most egy kicsit kényeztettem magam. És vettem magam. 5 évente, ha egyszer veszel magadnak egy terepjárót. Érted? Sűrű az. Közben meg érted, elhalmazol mindenkit minden. Elé, ha veszek magam 5 évente valamit, most ez sajnáltad tőlem. Jó, ezt a nyomorult teljes dob. Nem is járok horror drága autóval. Tehát már erősre szoktam. De fők hétköznapi autóval. Rendes Monti kerekű? Tehát nagy széles kerekű rücskös gumis? Az. Amivel betonon gyűlöz menni egy percet. Nagyon jó. Pont ezt akartam kérdezni, hogy mennyit jártok föl az erdőbe vele. Csak betonon megyek. Nagyon jó. Akkor legjobb választás volt. Hogyha most igen, ha boldva hallgatnak minket, akkor készíthetitek a City gumit. Nem sokára beugranak. 11-re már ott vagyok. Így van. Hát nem sokátjátok gyakran. Jó kis bringa egyébként. De jó, egyébként. Már mondani akartam egyébként, hogy ha Beninek bejön, akkor ez egy szenzációs sport. Még jó is lenne neki, szerintem jól állna. Jó adottságai vannak hozzá. A bringázás? A bringázás, hogy zseniális. Hát fölül aztán teker. Az úgy elég egyszerű. Vagy versenyszerű? Jó, ez a Balázsféle, hogy megmagyarázom, miről szól a kerékpárszport. Hát, fölülünk, nem, azért van prászszegmens, de hogy szerintem ez tök jó lenne. Nagyon jó lenne. Igen. Pár év múlva láthatnánk a Tour de Hongrie. Nem, az olyan bérán néznek a bringások. Zseniális.
bénán néznek. Természetesen, hát mindig egy 40, mindig 35 kiló, mindegyiknek nagyon pici a felső teste, és nagyon nagy a lába, rettenetesen a morfó. Na, köszönjük, titeket is beraktak most. Én nézel egy Tour de France közvetítés, mindegyik hostess lány három fejjel magasabb, mindegyik 1,40-es. De az a hostess lányok miatt van, nem a kerékpárosok. De két méteresek a hostess lányok. Felső teste van, nagyon nagy lába, és mindig ilyen 1,30 és hatalmas feje van. Hát szörnyű. Adottságilag szörnyek. Egyébként amit bírnak le a kalappal. Miért nem tekernek a kézzel is? Nézd meg a hegyi bringásokat például, aki ez a downhill-es. Igen, elég sok szegmens van. Hát most az évettetek kézé bringá. Elég sok szegmens van. Hát elképesztő durvák. Azon gondolkoztam, hogy a kerékpárosok hogy néznek ki. A pályakerékpárosok egyébként, amikor száraz edzést végeznek, akkor szakítanak, löknek, gyakorlatilag súlyemelés alapgyakorlatot csinálják. Nem, ők is szörnyen néznek ki. A lábuk szörnyen néz ki, ugye brutál nagy lábuk van, mint egy felemény injekciózva, a felső testük meg olyan picike, tehát az meg olyan, mint alul. Alul, mint egy ilyen fordított Michelin baba úgy néznek ki. Nem jó. Az se jó. Rég láttam a pályakerékpáros. Csak a szinkronúszás. Csak a szinkronúszás. Jó. Azon gondolkozom ilyenkor, hogy amikor ráérjek egy bringára, hogy áthúzva ennyi, valójában annyi. Ahogy felemelték el. Volt-e valaha annyi? Vagy ez ilyen üzletpolitika? Hogy bizonyos áruházakban mondjuk megcsinálják, bizonyos áruházakban nem. Tehát bemész a boltba, én azért vettem meg ezt a bringát, mert akciós volt. Aha. Mondom, Bali, te ez rutinos vagy, de te benyeled. Hagyjuk magunkat átverni. De mi tételezzük, hogy nem átverek, én ezt meg is kérdezem, azt mondom, ez, ennek a cégnek ez nem üzletpolitikája, hogy ráírják valamire, hogy annyi. Mondjuk milyen jó... én sem mondanám. Tessék? Én sem mondanám azt, hogy igen uram, mi mindig úgy csináljuk, hogy előtte fölárazzuk a terméket. Tettem egy 5000-est a zsebébe, hogy mondd már meg, mondd már meg. Ja, akkor viszont. Dugdostam egy 10 eurót a zsebébe, hogy mondd már meg, mondd már meg. Tényleg ér ennyit? Információm, de 15. Tényleg ér ennyit? Hát akartok vágni? Mondd meg őszintén. Rá volt, hogy ennyiről ennyire. Hogy ez egy jó stratégia, de sokan csinálják. Igen. Meg, hát tehát akciós tejföl 273-ról 179-re, de az a tejföl sose volt 273. Hát de lehet, hogy volt, viszont azért akciózza le, mert akkor oda bemész, megveszed a tejföl, de mellé megveszed az összes többit is. Tehát te is bementél az akciós bringáért, vettél majdnem ugyanannyiért egy sisakot magadnak. Első hátsó lámpát, érted? És így már megvan a haszon. Szóval, hogy az akciózás az egy csomószor ilyen becsábító is. Uh-huh. Tehát, hogy valójában nem ér annyit. Tehát valójában soha nem volt annyi. Ha ráírek, de mit tudom, bőrcipő 26 ezer helyett 13. De pontosan tudja az eladó, hogy az 13, ott sose volt 26. Na, ez az de te meg viszont azt mondta, hogy hú, de jó, ez jó vétel, hiszen 26-ért 13 rát az a hülyének is megint. Nem régiben volt az Indexen talán, levezették, hogy mi kerül egy futócipőn annyiba, amennyibe. És hogy egyébként mennyibe kerül az előállítási költsége annak a bizonyos cipőnek. Hát... Hát érdemes elolvasni. Tehát amikor tényleg egy jó futócipőt mondjuk egy ilyen középkategóriánk a felső szegmens, hát az 30-40 között van. Most gondold már el, és akkor azt mondják neked, hogy mit tudom én, negyed évente, fél évente cseréld le. Negyed évente, fél évente 40 ezer forintot. Hát azért. És mennyi volt az előállítás? Hát és a boldog legalább 5000 forintba került. Tehát, hogy így, nagyon meredek árak vannak, az biztos. De a kerékpároknál az a jó, hogy érted, hogy ott persze nyilván van a kopó alkatrészek, meg néhány van egy-két olyan dolog, meg hogy nyilván az sem mindegy, hogy melyik szegmens képviselet, mondjuk a kerékpárosok, hogy használod-e, de hát basszus, érted. Ez örök élet, de mondjuk a három betűs márkát, amit vettél, ezt úgy lopják, mint a cukrot. Az én favoritom még mindig csak gurul. Mond, na, ugye? Lopják a bringát. Mint az állat. Tényleg? Az egy nagyon kedvenc márka nekem is. Én mennék most nagyon gyorsan 30 ezerért egy jó lakatot. Nem adott el lakatot a csávó nekem. De csak mondtam, hogy nem kell. Aha. Mert? Mi volt a válaszod erre? Mert elveszíted a kulcsát, uram, lakat? És elveszítettek a kódot. Mert az előző is volt, és soha nem mentem olyan helyre, ahol ott hagytam. Ja. Tehát nem szállok le a bringáról. Soha! Tehát én elindulok bringázni, és amíg haza nem érek, addig bringázom. Nyissd a kaput, nyissd a kaput, vigyá! Nem tudok megállni, mert akkor eldőlök, basszus. Ja. Nem értem, hogy emberek hogy szállnak a bicikliről, hogy nem dőlnek el. De hát miért? Érted? Hát ki akarja ellakatolni a biciklit, én mindig eldőlök, akkor inkább tekerek. És aztán a házfalának dőlök neki, és akkor már otthon vagyok. Nem is tudtam, hogy a KTM gyárt örökhajtós bringákat is. Nem tudok meg. Nincs szükségem lakatra, hát nem tudok megállni a bringával, mert akkor földölök. Megyek. Nekem utolsó 6 éves koromban volt ilyen biciklim, tényleg az volt, hogy Nagybecskerek utcában mentem. Mentem, mint az állat, és aztán egyszer egy idő után már nem bírtam azt a sebességet, amivel mentem, nem tudtam lekövetni a lábam, és fel kellett emelni mindig a lábam, és pörgött alattam. Az örökhajtós bringa. Azt nem értem, hogy felnőtt emberek miért vesznek olyan biciklit, mondjuk, tehát hogy az pályabringának. Igen. Jó, de így a városban azért néha elnézem azt a küzdelmet, mert ott ugye azzal fékezel, hogy nem hajtasz. Tehát, hogy egy kicsit így próbálsz ellentartani. Jó, nagyon komoly küzdelem.
Na jó, van, ne vegyél akkor lakatot, nem kell. De miért a bringa tolvajoknak egyébként nem mindegy, hogy mit lopnak el? Hát nem mindegy, mert ugye ezt tudják, hogy ez egy értékes bringa. Hál' Istennek nem. Meg az a három betűs, ez varázsszó. Nekem is volt egy, nekem egy ilyen városi volt, és a Danubius rádiónak a hátsó parkolójában hagytam egyetlen egyszer egy estére, de lelakatolva, és másnap reggelre bentről lopták el, az ipari kamera föl is vette egyébként, hogy egy, ott volt egy kis bolt, és oda hátulról szállítottak be. Megérkezett a fehér furgon, csávói megnézte kora hajnalba, vette ki az erővágót, ami volt nála. Tehát a, minél, jó azért, erővágó ugye, mindenkinél. Tehát ott azért megállsz, hogy ez mit keres nálad a furgonba. Aztán fogta, bedobta a szing-szinges furgonba. És már ott sem volt. És másnap már a Csavi fenn volt vele a vatera. Úgyhogy, de szeretik tényleg. Jó, hát akkor vigyázni fogunk rá. Hallottátok, hogy megjelenik egy könyv Hillary Clintonról és Bill Clintonról? Sajnos csak Amerikában pedig egyébként nagyon elolvasnám. Egy botránykönyv, ez most nem tesz jót Hillarynek, ahol leírják egyébként, hogy milyen Bill és milyen az Amerikai Egyesült Államok következő elnöke, mert remélem, hogy azért inkább ő lesz, mint Donald Trump. Tehát azért nem biztos, hogy az atomkódokat az ő kezébe merném adni. Azért neki átadnám a piros táskát. A kockázatot nélkül, hogy meg lehetne őt választani elnöknek, hogy tényleg csak megnézzük, mit az első egy évet, két éve. Hát azért komolyan, tehát egy jó varázsgömb ilyenkor tényleg szükségünk lenne rá, hogy bele tudjunk nézni, hogy ez a csávó mit csinál Amerikával, meg a világgal. Igen. Egy botránykönyv, amit egyébként nem is tudom, hogy tudnak róluk megírni, egy a Fehérházban szolgáló titkosszolgálati dolgozó botránykönyve. Ő ilyenkor már elmegy, és utána írja meg a könyvet? Vagy ez hogy van? Vagy te ott dolgozol, és közben kiadsz egy botránykönyvet? Nyilván azonnal kirúgnak. Biztos, hogy elmész, és megírod. Hát, ha megírhatod egyáltalán? Szerintem, ha nincs titoktartási szerződés, nyilván a közvetlen munkatársakkal van. De lehet, hogy ő egy másodvonalbeli volt, akkor nem írt alá ilyet, akkor elméletileg megírhatod, nyilván per lesz belőle. De azért gondoljatok bele, hogy most zajlik az elnök választása. Nem jön jókor. De mire bebizonyítod, hogy egy szava se igaz, addigra pont megbuktál. De élő munkaszerződése nem valószínű, hogy neki kezdenek az írásnak. Belök úr, nem sokára megjelenik az új könyv, majd egy dedikált példát becsúsztatok majd az ovális irodának a küszöbe alatt. Igen. Ő azt mondja magáról egyébként, ez az ember, hogy ő a Clinton éra alatt dolgozott a Fehérházban, és annyira meggyűlölte a Clinton házaspárt, hogy ő nem szeretné Hillary Clinton elnöknek. És ezért megírta ezt a könyvet, hogy mindenki rájöjjön, hogy egyébként milyen a hazugság propaganda zajlik a Clinton család házatáján, és kik ők valójában. Én ezt a könyvet nem olvastam, de néhány információt, amit egyébként így a leírásban megosztottak velünk, elmondanám, hogy képzeljük el, hogy zajlott akkor ez valójában a Fehérházban. Igen, éjjel napon zabálták azt a büdös hagymás ruszlit. Hát még csak ezt írta volna. Nem. Egyébként sokkal durvább dolgokat állít, és szerintem te nem állíthatsz ilyet, ha ezt nem tudod bizonyítani. Tehát azért ott egy nagyon komoly polgári peres eljárás kaphatsz a nyakadba. Tehát emberünknek valószínűleg van, vagy van bizonyítéka, vannak más társak, akik ezt látták, és tudják állítani, hogy így volt. Vagy van valaki, aki egy nagyobb tőkével megszponzorálta a fiatal embert. Vagy megszponzorálták, hogy Donald Trumpot részesítsék előnyben, igen. Na, de hogy milyen a Clinton család valójában, csak egy-két szemelvény a könyvből, amit ugye már lehoztak magyar könyvajánlók is, hogy mit lehet elolvasni. Bill Clintonnak állítólag volt egy kocogó listája, amiben az őt védő titkosszolgálati munkatársak gyűjtötték azon csinos nőknek a neveit, akikre az elnök kocogás közben rámutatott. Vagyis Bill futott. Na, csak akkor nézzük meg, hogy ez hogy zajlott. Én vagyok Bill. Futsz elől. Te vagy a Secret Service-től. Valaki teljes velem, mint a titkosszolgálat feje, futsz velem. Így van. Jani a csar. Te most már rámutatok. Jó. Tehát te leszel a nő. Jó. Te várjál. Én futok. Várjál, itt magadra hagylak téged, te elkezdesz egyedül futni, rábökök a zsűrre, aki az én mitén beosztottam. Már itt már nem tudom, kire bök. Négyen futunk, kiből kire. Nem, Zsűl vigyáz a főnökre, Zsűl fut veled. Ja, szintem te vigyázod. Jó, te futsz velem. Hát én megyek a csajt összeszedni, érted? Jó, de várjál. De akkor te honnan tudod, hogy én kire mutatok, ha nem vagy velem? De veled vagyok, csak ja, amikor velem mutatsz, akkor én lepattanok, igen, és mondom a Zsülnek, hogy vigyázzon rád, mert te vagy a főnök, Zsül fut melletted tovább. Zsül fut. Én futok, én rámutatok, igen, Janira. Ott van az a kis fitos. Ja, igen. Fitos, milyen színű a haja, ott van az, igen, a kis fitos. Van, éppen ott kocogok Forever Bush felirat pólóban. Igen. Ekkor én egy kacsintásból jeleztem neked, hogy te váljál le és kérd el a csaj számát.
Így van, mutatsz egyet, ő az? Azt írja, hogy voltak, tehát oda kellett menni, és begyűjteni, akiket kocogás közben látott, vagyis bárkire rámutatott, Clinton azt később el akarta kapni. Jó, de várjál, oda futok mellé. Egy és kettő, egy és hello, kettő, fitos. Három és négy, három én vagyok és négy. A titkos szolgálat vezetője, tudod ki az ott? Lassítok egy kicsit, hogy utol tudja elérni. Igen, de nagy kövér állat vagy. Mit szeretem tőlem? Ne, én semmit. Menj hozzá, mocskos, hatalmas medve. Csokkoló, gázspréhez neki. Érted? És akkor azt mondja a titkos szolgált főnöke, hogy tudod ki az ott, aki aha, ott fut, kislány. Ott meg kéne jönni az irodába. Meg kéne jönni az irodába. Akarsz lenni az új, nem tudom ki. Hát az őszhaj. A Clinton szerint, mármint a titkosszolgált vezetője szerint, Clinton egyszerre három nőnek is csapta a szelet. Köztük volt a volt alelnöknek a lánya, akire egyébként azt írja, hogy a térkép szobában rá is nyitott. Most nem tudom, hogy a lányra nyitott. Azt nem tudom, hogy rányitott a lányra, vagy rányitott Clintonra és a lányára, az alelnök lányára. Mindenesetre azt állítja, hogy viszonya volt valószínű az alelnök lányának Clintonnal. És ő rányitott a térképszobában. Azért ezt is tételezzük föl, hogy te, mint az én beosztottam, rám nyitsz a térképszobában. Én szivarozva ülök az ovális. Jó, lenne a ovális irat. De kinek a szivarjával? Kinek a szivarjával? A saját szivaromban a számban. Nekem nagyon nagy szivarom van. Na, jó. És nagyon hajlékony vagyok. Igen. Tehát a saját szivaromban a számban. Igen. De egy havanna, egy kubai. Jó? Igen. Te jó bengályoztad a derekadat. Igen. Megkentem vietnámi balsam, hogy hajlékonyabb legyek. Őcsém. Igen. Jó, de egyébként szerintem amúgy is az alelnöknek valószínűleg benne van a munkaszerződésében, ő közvetlen munkatárs, neki mindent be kell dobni a közösbe. Így tehát, van, hogy ez lánya van, lány. Maradjunk a lánynál. Tehát akkor nézted Honolulu térképét. Igen, nézem Honolulu térképét. Lenézek a lábam közé, ott van az alelnök lánya. Te bejössz, és mit mondasz nekem, mint én vagyok a te főnököd? Jaj! Hát leginkább. Nem. Jaj! Nem mondasz ilyen. Nem, hát ilyenkor, semmi. Ilyenkor úgy csinálsz, hogy nagyon diszkréten becsukod az ajtót. Igen. Kiveszed a másik térképet, amit keresel, és kimész. Ennyi. Ugye? Igen. Oda se nézel. Én csak egy közel-kelet térképet jöttem, mert ugye nem mondasz nagyon semmit. Ne, ki kimész? Egyszerűen kimész. Aloha, elnök úr, aloha. Nem mondasz ilyen. Diszkrét vagy, kijössz. Igen. Szóval rájuk nyitott a térképszobában. Elmondja ebben a könyvben, hogy Clinton egyébként masszív kokain használó. Masszív kokain használó. Ezért ezek nagyon súlyos. Na, ez szerintem eddig ezek ez nagyon súlyos. Na jó, de hát ez is, te persze, ez bizonyítani kell. Tehát, hogy most mit tudom, lehet, hogy zsíros az arcbőre, és akkor emiatt egy kis kamilás hintőporra leszállította itt ott azokat a csúnya miteszereket, pattanásokat, és ezt értette félre. Aha, csak nem volt nála az a kis pacsmagoló, amivel fél a kenyér, és ezért az asztalon kente szét az orrával, ugye? Ez is a térképszobában történt. Tehát rányított az ajtót, és Bill pedig fölkapta a fejét az asztalról. Ezt kell mondani, hogy a király! Uram, ne arra, hogy egy $100 lók ki az órából, hogy azért azt nem kellene, azt nem kellene fölszívni. Mondjuk kell egy közel a szituációt, mint amikor a Sepés Arcú című filmben Al Pacino, egy hatalmas Fujiyamával az asztalon. Belefulladt vagy brutális felhőbe. Egy 16-ossal a bal keze ügyén. Mást is állít egyébként emberünk, megdöbbentő. Megjelenik magyarul el kéne olvasni, vagy hát ezzel bejön ez a könyv. Azt állítja, hogy Hillary Clinton sokszor megverte Bill Clintont. Persze. De, hogy Hillary... Mert, hogy közben címzáros műből állatol a fején. Igen, egy biliárd golyóval a szájában. Igen, és ki volt kötözve egy András keresztül. Lógod le a plafonról. Igen. Kifelé homorítva. Az iroda falán pedig csak egy BDSM felirat jelent meg, ekkor tudták, nem lehet zavar. Nem, azt mondják, hogy egyébként egy brutális nőszemély ez a Hillary Clinton, tehát mindenki utálja, mert iszonyatos paranoid, lobbanékony és verekedős, és egyszer állítólag úgy megverte Bill Clintont, hogy kiütötte az urát, szó szerint bedagadt a szeme, és belilult monoklia volt, amikor egyszer kiderült Bill Clinton félrelépése. Ja, akkor Hillary megverte. Akkor lehet. Akkor az előfél. Tehát gondolod, egy verekedős, paranoid nő lesz az Amerikai Egyesült Államok elnöke. Azért ez is érdekes. Trump jobb. Nem? Tessék? Trump. Igen. Trump se jobb egyébként. De, de figyelj, ez való keménység, ezt való szerintem respektálni kell. Hát érted, aki belenyal a mézes köcsökbe, érted, az ne csodálkozzon rajta, hogyha előveszik érte.
Bill Clinton állítólag ekkor egyébként minden elfoglaltságát lemondott. Mici Mackót. Igen. Tehát lemondta az elfoglaltságait, azt mondja a könyv szerzője, hogy ezt is tudja bizonyítani. Tehát akkor ő pár napig nem jelent meg a nyilvánosság előtt, mert brutálisan be volt dagadva a szeme. Igen. Azért az megvan, hogy a világ legbefolyásosabb ura volt akkor Bill Clinton, és a háttérben a Fehérházban pedig hajtépe verekedtek egyébként az ovális irodában. Melyik kezed volt? Melyik kezed volt? Nem a kezem volt. Clinton csajozását azért sokan megerősítik. Arról azért tudunk, hogy ő azért röptében a negyet is. Azért ezt már nagyon sok ilyen. Ő is elmondta, rákérdeztek amerikai tévéműsorokba, félig meddig bevallotta Monica Lewinsky is botrány. Tehát azért Clintonról ezt lehet tudni, hogy szeretett fújatni. Tehát, hogy azért... Hát figyelj, nem, tehát, hogy... Szeretett. Jó, hát szeretett kesztyűbe dudálni. Na, hát, hogy is dudáltatni, nem? Minden diktálás után a DNS mintát vettek az összes titkárnőnek a szájába. Igen, igen. Írja valaki az ovális irodát, orális irodáról. Hát igen, pontosan. Szóval azért ez így megdöbbentő, nem? Valahol én azt gondolom, hogy ők is ugyanolyan emberek. Miért ne veszekedhetnének? Miért ne lehetne Hillary féltékeny? Miért ne lehetne köztük csetepaté? Hát de csetepaté, ezt így elolvasva, okay, azért azt gondolod, ennél komolyabb emberek, vagy felelősségteljesebb emberek vezetik mondjuk az Amerikai Egyesült Államokat, mint hogy kokainozik, az ovális irodában mindenkit elkap, és levarja az alelnök lányát a térképszobába. Már a Fehérháznak is valahogy azt gondolod, hogy nagyobb méltósága kellene, hogy legyen, mint hogy bírrángatja be a kislányt a térképszobába, aki nagyon sikoltozik és nem akar menni. Szóval azért ez így megdöbbentő. Ha csak nem a kislány rángatta beértett szegény Bill bácsit. És mit mondasz az elnöknek, te mint alelnök, aki tudja, hogy elkapta a saját lányodat? Uh-huh. És ő a főnököt. De nagyon vagy az jó nevelés. Gondold el, mész be alelnökként, és jön ki a lányod a térképszobából, utána meg Bill ilyen felálló alja, kicsit pontosan. Igen. Óriási rúzsnyommal a mellén, tudod. Mit mondasz? Tehát nem nagyon tudsz mit mondani. Nem? Azért ez így elképesztő. Nem tudom. De ez csak Amerikában jelent, mert nálunk nincsen ilyen. Tehát, hogy nálunk nem lehet arra számítani, hogy mit tudom én, a Sándor Palota szoftja címmel megjelent, vagy valami. Tehát, hogy nálunk nincsen, tehát nálunk nem. Ugye? Nálunk mindenki nagyon-nagyon rendben van, mindenki nagyon becsületes. Biztos, hogy itt soha is van ilyen. Tehát a politikusok is ugyanolyan emberek. Egy-két politikusról lehet tudni, hogy azért hogy kedveli a gyengébbik nemet. Na, hát akkor légy szíves, nevezd meg őket. Hát nem, mit a Deutsch Tamás. Korábban, hát neki voltak ilyen problémái. Sok asszony, sok feleség. Kovács László. Azt is igen. És még sorolhatnám. Igen. De nem fogom. Mert november után is akarsz így dolgozni, ha minden igaz, és ezzel többen vannak így. Na jó, oké, hát ha megjelenik ez a könyv, elolvassuk, azért ez így mindenféleképpen érdekesen hangzik. Ákos elmondja a legfrissebbeket, jó, aztán jövünk. Ha játszanátok, mit mond Dórát, akkor írjatok nekünk. Jó? SMS-t. Vagy jelentkezzetek játékra, mi pedig itt vagyunk mindjárt. Morning Show! Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! 7 óra után vagyunk, pontosan 42 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt! Itt vagyunk, hát nagyon nyár van, nagyon szabadság van, nagyon nyugi van. Annyira üresek az utak, hogy az nagyon valami hihetetlen. Én napközben is így nézd. Komolyan mondom, hogy most lehet, hogy bátor leszek, és valamelyik már bejövök biciklivel. Na. És félreteszem a pánik betegségemet, amit a forgalom. Amit az Üllői út jelent. Idefele nincs vele probléma. Hazafele halál. Milyen csillagzat alatt születtél, téged biztos, hogy elütnek, úgyhogy szerintem ne csinálj. A bikákat elütik? El. Az összeset. Amilyen dolgokban te nyúlsz, amilyen szobákat te kapsz, ahogy jársz, aki település. Én óvatosan mennék. Mondjuk most a spanyolországi nyaralásodok kapcsán azért nálad is vetődött egy kis árnyék a te csillagképedre. Rontottam a statisztikánkon, igen. Bringo! Nem kell mindig nincs a fene egy. Körbe se, hogy Budán keresztül? Hát nem, hihetetlen. Pedig neki is fideszes a polgármester. Ennyit nem tudott elintézni. Ezért nem járok bringával, nem egy nagy távolság. Kocsival. Tegnap a gyerekkel egy 8-at mentem, meg se érezte ő, se én. Simán letekertük. Ugye 20-21-2, tehát hogy 5-kor elindulnék, bőven itt lennék, meg tök egyenes. De csak egyszer nézze félre valami hülye dácsiás. Pedig most várjál. Na most megkaptátok. Jó, akkor mondok a nagyon standardet, oké, hogy ne Bélát mondjak, és ne Suzuki, és akkor csak egyszer nézze félre egy Mazda 626-os, így jó? Igen. Egy Ford Mondeos. De mi a neve? Tehát tessék? Zoli a Ford Mondeos? Zoárd. Zoárd a Ford Mondeos. Egy Ford Mondeos, aki Zoárd, jó? Tehát hagyjuk a Bélákat és a Suzuki-sokat, jó? Tehát csak egyszer nézze el egy Honda Civic-es.
Ja nem, mert nektek japán autótok van. Ráadásul. Akkor egyszer néze vér egy alfás. Ja, nem, őt nem nézik. Meg te vagy. De komolyan mondom, én is. De tényleg. Vagy egy hikomatos. Ja, zsűr, basztus, várom. Tökre megértem, hogy mert ha valaki belvárosban biringázik, és akkor ilyen kis utakon, az tök jó, ott lehet menni. De azért, ha messzebbről jössz, ott fent áll a veszély, egész egyszerűen elütnek. Hát a belvárosban most már szinte minden ott már nagyon jól lehet menni, ott nagyon klassz. De külvárosból, agglomerációból bebringázni, ott csak egyszer legyen valakinek jó, rossz napja egy jobb kéznél, és véged van. Én ezért nem jövök bringával. És sokszor ezért is nagyon irigylem a vidékiekről, és voltunk talán Hollóházán, hajtottunk át, és olyan kerékpár útjuk volt, hogy néztem, és jó, egyébként a településnek általában véget ért, tehát, hogy kb. Át lehet tekerni a... Az is jó, ha mész a boltba, kocsmába. Ez olyan jó, hogy így fölülni, és akkor áttekerni, kis zöldséges, kis hentes, tekersz egyet, hát az baromi jó. Csak annyira hát itt... fantasztikus érzés, csak hát mondom, te visszafelé zülőjén tekerjél már végig. Menj az Adinot, nem tudsz? Ez nem nyugisabb egy kicsit? Ja, nem tudtam hirtelen, menj az Adinot. Menj az Adinom. GPS vagyok, egy fejben letöltött GPS vagyok, hát az ülővel párhuzamos az Adi is. Igen, az Adi is elég forgalmas most már, és néhány egy picit le is szűkül, ott azért vannak problémák, de jobb annál, mint amilyen volt, az teljesen egyértelmű, mert régen ugye ez macskaköves volt. Ott azért ki lehetett a kerékpárból rázni egy pár alkatrészt, mire beértél mondjuk. Itt fölmész, végigmész a Ligeten, Népligeten, Kőbányai út, az sem. Jó, hagyjam. Meleg, igen. Csak a 13. kerület van összekötve mindennel, gyerekek. Jó, de azért tényleg jó. Itt felszállok, és otthon a ház előtt szállok le. Tök jó. Zseniális. Akkor nem állsz meg sehol. Hát én nem. Az hapidos haződ, én megyek, durálok, mondjuk kocsival. De... Igen, mellett közben kapja el a felé nyújtott fröccsöket. Ülj csak biciklire, oda-vissza átmegyek rajtad Vargazóárt. Vargazóárt. Egy Mazda 626-osból. Ne aggódj, anya, ismered a keresztbajod, nem lehet. Ez nem így van, ebben nincs igazatok. Lehet. Ez nem így van. Higgyetek el, hogy én nagyon jogkövető vagyok. Tehát ez nem így van, a közlekedés az egy társas játék. Hiába tartod be, és hiába ismered motorral, bringával, ha valaki nem figyel, előtt. Ez nem csak rajtad múlik. Tehát tudsz te úgy vezetni, hogy baromira előre lepörgeted a szitút, és nagyon, nagyon úgy vezetsz, hogy tényleg látod, hogy ő ott hibázni fog. Aki sokat közlekedik autóval, az is más, hogy nem tudja, ő ott rosszul fog kanyarodni, abból mi lesz, kikerülöd. De nem csak rajtad múlik, hát most hallottam, hogy úgy ütöttek el egy nőt bringával, hogy ment egy tök egyenes úton, bringával jobb oldal láthatósági mellénye. Egyenes volt az út, és hátulról ledarálták. Igen, mert azt mondta, hogy nem látta, hogy ott megy egy bringás. Amit nagyon nagy ívbe kerülsz ki nyilván. Lenéz a telefonjára, fölpillant egy pillanat, szemébe süt a nap, megszól a tenyap, hátulról a gyerek, és már ott van a fenekedbe. Plusz tehát, ugye, hogy ez nem csak rajtad múlik. Igen, autósként azt gondolod, hogy az a kisebb ellenállás a bringást elütni, és sajnos igen, tehát ha szembe jönnek például autóval, akkor egy ilyen tipikus bringás elütős baleset, ezt ki is mutatták a múltkor, hogy nem azt választod mondjuk értelemszerű, hogy neki csattan szemből az autósnak, hanem a melletted igen. lévő bringást belelököd az árokba. Csak az, mert ösztön, meg ugye ösztön, hogy jobbra húzod. Hát persze. Tehát, hogy a baró jobbra, ösztön, hogy elkapod és jobbra. És ott a bringás. Tehát, és igen. ott vagy te. Igen. És ott kevés, hogy te ismered a kereszt, te ki vagy világítva. Tök mindegy. Itt már B oldalon, 50-es villamos, jó, az ne kockáztas. Jó, fölülsz, papperosan behelyezkedsz valahova. Veszel egy ilyen. Lehúzod a baseball sapkát, hagyd a fenébe. Így van, nem? Ha annak valaki neki akar menni, gyere be. Gyere, így van, lefejjel egy kis kecsét. Írd el az 50-es villamos, fel akarod. És tudod, mit vegyél egy ilyen hátsó tengelytartó háromszöget, amivel lehet a utcai bringával otthon edzeni. És akkor a hazamész az 50-es villamos után, fölemeled a hátsó tengelyt, berakod ebbe, és a tévé előtt letekedsz egy 50 kilót. Egyébként tényleg. És levetítesz magadnak egy utat. Azt gondolod, hogy a fej viccel. Ezek szerint nem ismered eléggé. Nyilván nem. De hogy figyelj, tegnap pont ezt néztem ugye? Meg. Az egyik internetes oldalon, hogy mennyibe kerülnek a görgők. Ne, azért ezt ne csináld. Hogy otthon tudjak legalább bringázni. De tök jó. Nem áll, hát akkor tedd fel a bringádat egy autóra, vitesd el magad valahova a Mónival, tekerjél egyet majd. Mert ez a, veszek görgőt, csinálunk egy ilyen, azért, hogy egy lepelőre a virág majd felfest egy ilyen tájképet, rárakjuk azt, és két görgőre Móni így forgatja, és akkor majd így fal mellett. Nem áll. Mennyinél vagy apa? 48 kiló. Mindjárt Fehérvárnál vagyok. Mindjárt már Fehérváron. Már elhagytam Zászhalombattát. És egy ilyen projektorra kivetített. Komolyan elkezdtem gondolkodni, hogy mondom, veszek görgőket. Mert mondom, nagyon hiányzik a bringázás. Érted? De ott kell hozzak, ott bent, hogy hívják, tudod. Miért nem csinálod azt, hogy elmész valahova, mit tudom én, mondok neked egy példát, elmész például a hévvel, mondjuk a filatori
Amerigátig. Leceded a bringádat, meg vihetsz bringát, kitekersz Szentendréig, a bringa úton, azért az egy jó túra, és onnan visszajössz, és BKV-val hazamész. Tehát, hogy a BKV-val el tudsz jutni odáig, ahol van bringa út, majd kitekersz a városból. Hozzánk ugye egy Örsvezértér, majd pedig a Batthyányi tér, hát ez viszonylag messze van. Hát most már komolyan mondom. De mivel megyek a vigyázzal most... metróig? Tehát az, azért az vicces, nem? Felteszem az 50-es villamosra, nem teheted villamosra, nem teheted föl. Hát pláne. Tehát, hogy nem olyan egyszerű ez a dolog. Akkor ne bringázzál! Ja, akkor Kecskemét felé nincs neked valami bringa út. Micsoda? Kecskemét felé se tudsz elindulni. Kecskemét felé. Az itt a város szélét. Az M5-ös. Menj az autópályán, azt kell. Szerintem az jó. Hát szerintem. Öregszel már te is, régen már bejártál bringával. Nem félek, tényleg. Darás lettél persze. Hát ez sáros a bugyi. Én ezt tudom. Nem, sáros a bugyi. Csak is a bugyi darázol. Dehogy is, csak nem akarom a gyerekre hagyni nagyon korán már a törlesztőket. Sose vagy egyedül, a para mindig veled van. Nem érzem soha magad egyedül, hiszen ott van mellettem a rinya. A rinya is, az abszolút kéz a kézbe jártak. Na jó, egyébként megértem, abszolút megértem. Én ezért nem kezdtem motorozni. Játszunk a kérdés már is az, hogy mit mond óra? Visszafelé beszélünk. Művészebb élet a szív. Hozzájállat, élet a szívben. Aki kérdez. Sziasztok, Dóra vagyok. Találjátok ki, mint mondok visszafelé. Vácsigyellán, mime? Aki válaszol. Nem, írja egy hallgató, nem tudom Pesten mit csináltok, de a Google Maps-en piros az egész Hungária. Írjátok meg, mi van a Hungárián. Jó, hát ha valami fennakadás. Halló, jó reggelt! Sziasztok, Kata vagyok. Kata! Szia, Kata! Hello, Kata! Honnan hívtál minket? Én Tiszavárkonyból. Tiszavárkony. De jó így minden reggel hallani különböző településeket, akik így bejelentkeznek és adnak egy kis életjelet. Merre van Tiszavárkony? Szolnok mellett. Szolnok mellett. Szolnokról nem messze. Azt tudom, hol van. Tudom, hol van. Otthon vagy a lányoddal, azt olvasom? Igen, itthol. Tényleg? Két hónapos lesz a kis csajci. Két hónapos, hát akkor nem sokat alszol. Abszolút nem alszok. Hát tudom milyen, nekünk másfél, de még mindig szambázunk. Szambázunk éjszaka, megy a szakkör. Mennyiszer kell, vagy hányszor kell? Hajnal 2-ig üvöltött, 5 órakor már fent volt. Gondoskodott róla, hogy le ne maradjak rólatok. Hát akkor egy laza 3 órát azért tudtál aludni. Hát mire elalszok, meg... Igen, fogjuk rá. Tudom. Igen. Tudom milyen, az kemény. Első gyerek? Második. Hát akkor hagyjátok sírni már. Az elsőnél még csak oda megy az ember. A második, ha lőtt ki valamit. Így van, túl éli. Az első nem sírt. Fiú, kislány? Az első az fiú. Akkor a második kislány? Igen. Igen, mindig a második. Azért, ráadásul, hogy Zsófinak hívják, azért ezzel sokat csak egyetlen. Elszívódott a szőlőt cukor. Lejött a kávéból. Lassan meg vagyunk. Hogy összeraktam? Zsófi ezek szerint kislány, ugye? Vagy vágod össze? És még nincs 8 óra. Igen. Na jó. Oké, szóval, hogy akkor mi legyen? Hát jártunk. Ezt én erősen gondoltam, csak hogy mit választasz. Tehát, igen, még nem hangolottunk egymásra annyira. Szóval mit szeretnél? Hát a híres ember van mégis. És a... Hát a tárgy, de ez egy nagyon hülye tárgy. A nagyon hülye tárgy? Hát akkor nem tudom, próbáljuk meg a híres ember. Hülye tárgy? Hát én nem tudnék ilyen tárgyfeladványt adni, hát ez nem is értem. De nem baj, megpróbáljuk azt is, nem nehéz. Hát nem tudom. Amíg könnyebb, nem tudom. Nem tudom, híres ember, próbáljuk. Legyen a híres ember. Mm-hmm. Jó, indítjuk az órát, fél perc. Figyelj, óra indul. Pretép Flodur. Aha! Lodor Péter! Oh, de jók vagytok már ebben a játékban! A petyárját! Flodur! Egy kevésbé ismert szereplő a Gyűrűk urában. Igen, az egyszemű Flodur. Szarumán hírese. Híres csodafegyvere, Flodur. Rudolf Péter, így van. Hát kedveljük őt nagyon egyébként. Ezek után meg pláne. Engem. Jaj, de jó. Jó van. Na, látod, hogy azért átsegítünk a nehéz holdpontokon, hogy nem aludtál, de van egy ajándékcsomagod. Ó, ennek én nagyon örülök. Így könnyebb lesz az előtted álló 22 óra, mire újra lefekhetsz. Arra a háromra. Igen. És ez így megy jó sokáig. De kitartás, 3-4 évesen már egészen jó lesz majd. Mekkora a nagyobbik? Hát a nagyobbik, ő 7 éves lesz. Ő alszik már rendesen? Ő aludt is rendesen mindig. Hát az jó. Teljesen új. A másodiknál már szerintem az a jó, hogy tudod, hogy egyszer véget ér, mert az elsőnél nem tudod, hogy meddig tart. Fogalmad nincs, hogy 2 évesen, mikor 3 évesen, meddig. Az a másodiknál legalább azt tartja benned a lelket, hogy ez egy véget ért az elsőnél, nem? Akkor már valószínűleg a második is előbb-utóbb megoldódik. Szerintem ebből a szempontból a másodiknál könnyebb.
kevésbé szenvedős. Tudod, hogy egyszer vége lesz. Küldjük az ajándékcsomagot. Nagyon szépen köszönöm, fiúk. Nagyon jók vagytok. Köszönjük. Köszi, puszi. Hello. Szia. Hello, hello. Még egy nagyon picit az öregedős bioldalas témára visszatérve, a hétvégén mondta a mászlótársam, aki 2 évvel idősebb nálam, hogy szombaton felkeltem, jó korán, mondom, ezek egy kicsit, aztán ittam egy fröccsöt, és inkább visszafagyunk. Igazán van, vele vagyok. És lehet, hogy neki van igaza. Így kell csinálni. Na, jól van, elmegyünk egy picit reklámozni. Jó, ha van friss közlekedési híretek, akkor küldjetek el nekünk, mi pedig jövünk Ákos után. És most, hölgyeim és uraim, öveket becsatolni. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 8 óra után vagyunk, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek, drága Morning Show hallgatók. Itt vagyunk veletek, tartjuk a frontot. Próbáljuk, igen. Hát meleg van, meleg van, nyár van. És tudjuk, hogy rengetegen Szabin vannak. Kicsit mi is úgy meleg van, nyár van, Szabin vagyunk, hangulatban vagyunk. Az uborka szezon kellős közepe. Egyébként tényleg, nem? Szóval ez műsor készítőként ezek a hónapok szinte a legnehezebbek, mert hogy persze vannak történések, jók, rosszak a nagyvilágban, de amikor tudod, hogy mindenki Szabinban, vagy nagyon sokan, akkor azért úgy egy kicsit nehezebb. Nem könnyű. És akkor mi is egy picit olyan szabis hangulatba kerülünk. A vakáció tábla fönt van. Bár ez az interiőr némileg bezavar. Az érzés. Vannak olcsóbb szállodák is a világban, érted? Nem lehetne ültetni pár pálmafát, vagy ilyen dézses pálmafát hozni, de hátulra, és akkor mit csinálni, egy ilyen kis szabadtéri? De, azért egy ötlet. Stúdiót. Októberben megyünk őket. Is. Igen. Hát ott kint ülnek az udvaron. Igen, aha. Milyen jó lenne, tényleg lenne egy nyári stúdiónk, hogy kitelepülnénk 3 hónapra valahova. Egy Balcsi, egy állóhajóra, egy Velencei tóra, és akkor ott mindig onnan szólna az adás. Mi van már? Ezt is halljátok, drága hallgatók, hogy csak mi halljuk. Hiszem el, hogy már poloskáztak minket. Poloskák, zavarják az adást. Vége a frekvenciának. Elköszönünk. Szevasztok! Na jó, itt vagyunk. Ez a kábel az. Aha. Kontaktos. Hát ez nem kicsit volt az. Biztos vagy, hogy még valami jó kis pákád. Ahogy Nagy Imre mondta, csapataink harcban állnak. A kormány a helyén van. Gyerekek, hát igen, szóval, hogy a technika terén erős kihívásokkal küzdünk. Hát még régi alumínium kábelek. De nem csak a falban, hanem megtörnek itt ott. De tényleg kellene egy ilyen mobil stúdió. De tényleg, de te nem a, most nem az üveg stúdió gondolok. Minden reggel, itt tudom én, te megjössz felé, már felfújnánk. Nem egy ilyen fel... És kész van. Igen. És bárhol csak is föl lehetne állítani, tópart, hegy, amit akarunk éppen. Zseniális lenne. Zseniális lenne. De mondom, itt ezt a hátsó részt is meg lehetne azért csinálgatni. Valamit, és akkor kimennénk egy kicsit. Igen, ilyen műdzsungellel. Tudod, ilyenek jönnének ki, ahogy hívják a hangszorok. Gyula behangszorozna az egészen, nem kellene, hogy élő állatok legyenek. Ja, tehát nem kellene lebotolnunk a hangával. Így van. És akkor alul. Műpálmafa, és akkor alul pedig elrejtve ilyenként a buszusba egy-két hangszor, és akkor jönnének mindenféle kis állathang. Nem lenne rossz, de kitelepülhetnénk valahova. Na, gyorsan egy-két közlekedési hír, mert hogy küldtetek nekünk, és természetesen ilyenkor ezeket elmondjuk. Azt mondja, hogy ne aggódjatok, azért sokan dolgoznak és hallgatnak titeket. Persze, nyilván hát azért ebben bízunk. Én nem vagyok Szabin, ti se sírjatok, sok felkiáltó. Jó. Azt mondja, hogy Dunaharasztinál sörös kamion borult meg a körforgalomban, alakul a dugó. A Rákóczi hídon van egy baleset Buda felé, valamint a 6-os út Pécsről Szentlőrinc felé 10 kilométeres sort aratógép nem képes félrehúzódni időnként, és 15 km/h rosszalkodik, emiatt van a dugó. Azért hosszú rövid nadrág, 10 km short. Az egy nagyon hosszú, igen, húzza maga után az ember. Rákóczidról tudunk pontosabbat is mondani. Buda felé a belső sávban van a baleset, és emiatt a Lurdi házig áll a sor, lépésbe lehet csak haladni. Ezt Csaba küldte nekünk. M0-ás Dunaharaszti leágazások, körforgalom, kamion, ja igen, ezt mondtam, leborult a rakomány, valami Győri József Attila út házgyárnál nagy baleset, aki tudja, kerülje. Na! De nana! De nana ám!
Igen. Amikor a júliusi uborka szezonról és a nyári szabadságról beszéltek, a nyaralóhelyeken dolgozó vendéglátósok hogy gyűlölhetnek benneteket? Hát ne gyűlöljenek, hát ők ebből az uborka szezonból élnek. Bizony. Azért van uborka szezon, mert mindenki náluk nyaral, és költi el a fizetését. De ezért én nem gondolnám, hogy egyébként ők gyűlölnének. Ők azt gyűlölik, ha nem lenne munka, mert rossz idő lenne. Persze. Tehát szerintem a nyári lángos árusok, tulajdonosok, palacsintások az nem utálják a munkát, meg gyűlölik, ők örülnek, mert ebben a három hónapban van a szezon. Igen, nem? Csak olyan szerencsés, hogy ez alatt a három hónap alatt meg tudja csinálni az egész éves pénzt, az meg nyilván, hát, hogy... Ők a nagy sort szeretik, a jó időt szeretik, és mindent. Nem hiszem, hogy így felhördülnének. Szabadság! Ők abból élnek, hogy mások szabadságon. Még 10 ízes palacsinta, a rohadt életbe, de tele van a tököm. Hát ez egy palacsintázó. Sose felejtem, egyszer egy nagyon tanult barátommal voltam tavaly Balatonon, és mondtam neki, hogy milyen jó lenne enni palacsintát, mert ha sorbálnék, akkor biztos kérnék 3 kakaóst, 7 ízest, és azt mondta, hogy ő még sose elvett 7 ízes palacsintát, hogy ez milyen. Mondom, de hülye vagy. Te milyen hülye vagy. Én vele egy nyaraló. Hogy a 7 ízes az milyen, abban mi van? De hülye vagy, mondom. Nem mindegy. Na jó van, akkor állj a sorba. Te idióta. Ha kakaóst hallottad, a 7 ízes az milyen? Mondom, hát mi van benne egy kis vanília, egy kis pún, 7 ízes. Én menj oda kérni más nyomás szivárvány palacsintát, barom. Jó, adjuk, kérj 7 lekváros, hagyd a fenébe. És ment volna. Ízben mi van benne? Van ilyen csokoládé? Mindegy. Őt azért szeretjük, mert ilyen. Őt azért visszük magunkat. Vele sokat lehet. Legyen kis szórakozni. Sose még 7 ízes palacsinta. Hát mondom, azt én se, de 7 nem fárasztó, érted? Nem fárasztó, a nap is, megérted ő is. Na, mennyire vagytok felkészülve egy kicsit komolyabb témára? Fel vagytok készülve? Lelkileg ráhangolódtatok? Jöttök velem? Reszkünk együtt? Igen. Most meg vagyok. Jó, egy kicsit komolykodunk, mert hogy ugye nyilván mindenki hallott arról, hogy mi történt Isztambulban. És ez megerősített bennünket abban, hogy igen, nagyon jól kell meggondolni, ezt az ember hova menjen nyaralni. Mert nincs más lehetőséged, mint hogy odafigyelsz, és tényleg megválasztod, ami nem azt jelenti, hogy hagyjuk magunkon, rajtunk magunkon eluralkodni a félelmet, de egyszerűen tényleg úgy kell, reálisan kell dönteni, hogy hova lehet menni, és hova nem lehet menni. És nagyon sokan kértétek tőlünk, hogyha ilyen történik, akkor szólaltassuk meg Nógrádi Györgyöt. Mi nagyon szívesen tesszük, egyrészt igen beszéltünk vele, kettő, kíváncsiak vagyunk. Arra, hogy mit tud magáról az eseményről, nyilván az iszlám állam követte el, ezt azért tudhatjuk, nyilván a sebesültekről, hallottakról is hallottunk, viszont az isztambuli kormány és az orosz kormány végülése azért ez egy érdekes érdekes történése most napjainknak szerintem. Ők, akik nagyon ölték egymást és nagyon nyilatkozgattak, most hirtelen ugye a török vezetés és az orosz vezetés elkezdett erősen egymás nyakába borulni. Tehát vannak itt olyan összefüggések, amikről talán azért érdemes beszélni, és hát ami drága Nógrádi Gyuri bácsink azért ezeket nagyon jól szokta kibontani, vázolni, elmesélni nekünk, hogy mi is megértjük, hogy mi történik a nagy politika nagy játszóterén. Én ezen gondolkoztam, amikor meghallottam a hírt, hogy megint ugye egy repülőtér, hogy most tanában is találsz olyan helyeket, vagy eseményeket, ahol sok ember van. Hogy nem feltétlenül ez, hanem pontosan az utazási kedvnek a megölése lehet cél? Ez hogy ne? Hát persze. A pánikeltés és a török tehát a Törökországba utazó turisták számát visszavetni, hogy ne? Ez egy rettenetes nagy érvágás Törökországnak, persze. Tehát a gazdaságot hogy magát támadod meg ezzel, mert egyébként Törökországban is biztosan van meccs, van nem tudom, olyan gyülekező hely, ahol sokkal több embert tudsz megölni, ha az lenne a cél. De nyilván ez is a cél, hogy lásd, blokkolod az utazásokat. Hát persze, lásd az egyiptomi példát. Tönkretetik gyakorlatilag az országnak a gazdaságát azzal, hogy az emberek nem utaznak Egyiptomba, mert félnek. És valószínűleg ugyanez a céljuk Törökországgal is, aminek azért hatalmas bevétel évről évre a turizmus. Igen. És most azért legyünk őszinték. És kétszer is meggondolja az ember, hogy most Törökországba utazzon. Hát már azt is, hogy utazzál-e valahova egyáltalán, de hogy Törökországba. De amikor sorozatosan azt mondja, két hetente történik valami, és sokszor olyan helyeken, amik ugye a turisták által enyhén szólva is látogatottak, akkor aztán meg pláne. Igen, na hát itt van velünk Nógrádi György, segít nekünk megválaszolni egy-két kérdést. Jó reggelt kívánunk, tanár úr! Jó reggelt! Jobbat vártam, szevasztok! Egészen régen beszéltünk. Így van. Már tőlünk várt jobbat a tanár úr, vagy a reggeltől? Tehát, hogy rossz volt a kávé, nem úgy kapta meg, ahogy akarta. Igen, vagy tőlünk? Mi nem mondtunk el eleget? Amit elmondtatok, az eddig tökéletes. Csak egy hölgy hívott föl tőletek, akinek már a hangja is jobb, de a lényeg, amit hát elmondtatok, tudom, igaz, egy országot tönkre lehet tenni néhány terrorcselekménnyel, és azért egyet tisztázunk, és utána kérdeztek. Abban a percben, hogy leállt az orosz turizmus,
Törökország nehéz helyzetbe került. Európai rendkívül kevés mer menni most Törökországba. Tehát nem véletlen, hogy az az Erdogán, aki a legkisebb kritikát sem tűri el. Egy pillanat alatt kibékült Izraellel, Oroszországgal és Egyiptommal. Az orosz kibékülés legfontosabb eleme, hogy itt a szezon jöjjenek a turisták. Mit ad Isten, Putyin fél órán belül bejelentette, hogy mehetnek az oroszok Törökországba, ezzel megmentik a török turizmust, vagy legalábbis nem engedik annyira lezuhanni. Tehát rendkívül érdekes, hogy egy merényletnek mikor milyen következményei vannak. Még egy, azért egyet látni kell, az Atatürk reptér, Európa harmadik legnagyobb reptere, és még egyet látni kell, Brüsszelben a robbantás után a reptér hosszú ideig zárva volt. Itt néhány óra múlva újra engedték a képekre. Azt nem is tudom, hogy tudták kivitelezni, szóval az... Úgy, hogy fütyültek mindenre, az elsődleges cél az volt, hogy ne akadjon meg a légi közlekedés, mert ha megakad, annak olyan globális gazdasági következményei lesznek, amely sokkal jobban megviseli a török gazdaságot, mint a merénylet összes tragédiájával együtt. Mondjuk az orosz-török kibékülésről én azt olvastam, hogy az is lehet a háttérben, hogyha ugye az Unióból távoznak a nagyon okosan szavazó angolok, akkor Törökország egyik nagy szövetségese gyengül meg, mármint úgy értem, hogy ugye Anglia és Törökország, ugye hát Anglia próbálta támogatni valamennyire Törökország felvételét az EU-ba, és most, hogyha az angolok kiesnek, akkor Törökország elvesztette az egyik szövetségesét. A válaszom az, hogy tökéletes. Köszönöm, a törökökkel szemben áll, nem vissza a francia. Hozd az indexet. A francia-német blokk, és sem a franciák, sem a németek nem akarják Törökországnak a felvételét. Zárójel. Itt látszik a teljes elvtelensége az Uniónak, hogy 6 hó 30 volt a határidő, hogy elkezdjük a tárgyalásokat a törökökkel. Elkezdődnek a tárgyalások a török felvételről, holott mindenki tudja, hogy Törökországot nem lehet fölvenni az Európai Unióban. De hát a tárgyalások az azért volt, hogy ők közben állítsák meg a menekülteket, tehát ez egy félig meddig egy ilyen blöfszerű dolog volt, nem? Hogy ha megállítjátok, akkor mi majd elkezdünk veletek tárgyalni. Egy-kettő, ha megállítjátok, elkezdjük újra tárgyalni a vízumentességet. 3, utaljuk azt a pénzt, amit egymással szembe kialkottunk. Így van. Én azt is hallottam, olvastam valahol, nem tudom, hogy igaz-e, hogy nem. Hogy az Antáliában, Alanya Antália részén, a török rivérán a legtöbb szálloda orosz kézben van, és Putyin megmondta, hogy ha ott bármi történik, és hozzá mernek nyúlni egyetlen orosz állampolgárhoz, aki ott nyaral, mert ott aztán tényleg szinte csak oroszok vannak, egy-két kivételen magyarok, nem tudom, akkor legyalulják az iszlám államot, tehát nem kell attól félni, de hát nyilván ezt így kijelenti nem lehet, hogy a török rivérán történik valami, mert hogy ott a legtöbb szálloda orosz kézben van, és Putyin jelezte előre, hogy ahhoz viszont nem merjenek hozzá nyúlni. Kérdés, hogy ez befolyásolja valamilyen szinten az iszlám államot, vagy a merénylet. A válaszom az, hogy nyilvánvalóan igen és nem. Tehát tisztázunk valamit. Az iszlám államot egyedül az oroszok nem tudják megsemmisíteni. Nem azért, mert nem képesek, hanem azért, mert az iszlám állam ellen csak szárazföldi erők bevetésével lehet fölépni. Az amerikaiak a novemberi elnök választásig nem vállalják USA csapatok oda küldését, Európa pedig nincs olyan kérdés, ami egységes lenne. Európa egyedül nem tudja, ahogy te mondtad, legyalulni az iszlám államot. Tehát nem véletlen az, hogy az iszlám állam köszöni jóval, még egy mondat. Körülbelül 2-3 héttel ezelőtt két jelentést tettek közé. Az egyik a CIA főigazgatója, aki azt mondta, hogy Obama elnöksége alatt szétverik az iszlám államot, ez jövő január 20-ig tart, és meg fog semmisülni. Én ebben nem hiszek, remélem én tévedek. A másik a német alkotmányvédelmi hivatal elnöke, a Mászni jelentése, aki azt mondta, hogy az iszlám állam egyre inkább teret nyer, igen, elveszti Irakba és Szíriába az elfoglalt területek egy részét, de óriási területeket nyer Észak-Afrikába, többek közt Líbiába, Fekete-Afrikába és a volt Szovjetunió déli részén. Tehát máshogy fogalmazva, a világ két legfontosabb titkosszolgálatának első számú vezetője máshogy látja a helyzetet. Itt az alapvető dilemma, hogy a nyugatnak néhány kérdésre válaszolni kell. Egyéb, le akarom gyalulni az iszlám államot? Igen, ahhoz nekem kellenek az oroszok. De ebbe a percben nem tudom fönntartani az Oroszország elleni embargót, amelyik egyébként is jobban sújtja Európát, mint az oroszokat. Miközben az amerikai-orosz kereskedelem növekszik. Én egy nappal ezelőtt jöttem haza egy Berlin-Brüsszel útról, ahol mindenki elmondta négy szem közt, hogy a valóságban drasztikusan romlanak az Európa-Amerika közti kapcsolatok, de nincs olyan profi politikus, aki ezzel kimenne állni a sajtó elé, hiszen ezt nem lehet kimondani. Tehát azt kell látni, hogy jelenleg az amerikai és európai érdekek, ha rendkívül kulturált vagyok, akkor
sem fedik egymást, többek közt a migráns kérdésben. Amerika egyébként örülhet most annak, hogy felbukkantok olyan hangok, ugye az unión belül, hogy szépen lassan elkezdett szétesni. Az unió érdeke lehet Amerikának egyébként hallani nyilván ilyen összeesküvés elméleteket? Egy politikus erre nem válaszolhat, én hál' Isten nem vagyok az. Na. Játszunk felről. Egy egységes, erős, jól működő Európa nem orosz, nem kínai és nem USA érdek, hiszen ellensúly lenne. A problémám az, hogy ez az unió soha nem volt erős, egységes és jól működő. Akkor igen, amikor 6 országból állt, akkor ez egy gazdasági szövetség volt, és nem több. Tehát nyilvánvalóan senki nem mondja ki, de mindenki azzal számol, hogy egy meggyengült Európával szemben hogyan tudja a pozícióit érvényesíteni. Hát a német politika egy pillanat alatt 3 részre szakadt, hogy mit kezdjünk most a Brexit után. Második, hát Kamerun azért írta ki a népszavazást, hogy győztesen és diadalmasan kikerüljön. Én megdöbbentem, hogy egy politikus hogy lehet ennyire buta, elnézést kérek, hogy 10 éven keresztül agitál az Európai Unió ellen, majd 6-7 alatt azt hiszi, hogy megfordítja a közvéleményt. És ha megnézem, a britek nagy részének fogalma nem volt, hogy mire szavaz, de egy politikus soha nem mondhatja ki azt, hogy a nép rosszul szavazott, és mindennek próbálnak, hogy visszacsinálják. Merkel nem akarja, nem véletlen, hogy Németországban soha történelme folyamán NSZK-ról van szó, nem írtak ki népszavazást, mert féltek attól, hogy milyen eredmény jön be. Elnézést, az egyetemi tanár szavazata ugyanannyi ér, mint a 6 általános végzett emberi, ami jogilag teljesen korrekt, csak egy nagyon fura dolog. Hát ha megnézem az angol szavazást, az értelmiség a bennmaradásra szavazott. London igen, Skócia igen, Észak-Írország igen. Az átlag angol, aki azt mondta, hogy elege van a menekültekből, elege van abból, hogy bűncselekmények vannak, az pedig kiszavazta Nagy-Britániát. És utána pedig megszaporodtak a bűncselekmények egyébként a migránsok és a bevándorlók ellen, ugye nagy számban. Tehát ez a teljes káosz. De ez nem csak angol, ez egész Európára igaz. Tehát én mindig azt mondom, hogy az európai politika tragédiája, hogy a mai európai vezetők képtelenek a lakosság hangulatának megfelelően a politikát csinálni. Európában ma az az átlag vélekedés, hogy nem kérünk több migránst. Mire ők behozzák a migránsokat? Elnézést, Brüsszelben beszélgettem olyan emberekkel, akik azt mondták, hogy hétfő reggel látták Európa egyes számú vezetőjét már az utcán, kulturáltan fogalmazva, illuminált állapotban. Hogy vezetheti Európát olyan ember, aki képtelen erre? Hogy lehet, hogy Európa második számú vezetője egy érettségizett ember? Tehát azért, ha komolyabban megnézem ezt az Európai Uniót, akkor komolyabb problémák. Erre most picit leestem, segíts. Ki volt illuminált állapotban? Tehát ki név szerint tudjuk, hogy kiről... Egy korábbi luxemburgi miniszterelnök, aki megcsinálja azt, hogy behozza a meghatározó posztokra az Európai Unióba a luxemburgiakat. Ami megint nem lenne baj, csak ha ránézek a térképre, akkor nagyító kell, hogy megtaláljam Luxemburgot, tehát talán nem kellene ennyi fontos pozícióra a luxemburgi politikust alkalmazni, lehet, hogy más is alkalmas lenne. Egyébként az iszlám állam azért támadja Törökországot, mert a törökök harcolnak az iszlám állam ellen, tehát ennyire egyszerű, hogy nem... Azért támadják, mert a török politika fordult, amíg pár hónappal ezelőttig semmit nem csináltak, és hagyták, hogy bárki bármit megtegyen. Nyitottak voltak a határok, az emberek, a fegyverek jöttek, mentek Törökországból az iszlám állam felé. És fordítva, addig a törökök most főleg amerikai nyomásra a határokat többé-kevésbé lezárták, ezzel az iszlám állam személyi és anyagi utánpótlását veszélyeztetik, ettől kezdve az iszlám állam keményen fölép a törökök ellen, de ezt bejelentették. Ha egyszer megnézitek a török stratégiai célt, a térségben 3 céljuk van. Az első cél bármi áron fölépni a szeparatizmus ellen, mondom magyarul szétvenni a kurdokat. Ez is egy önálló vita lenne, hogy ez mit jelent. A második cél bármi áron Assadot elzavarni, és Szíriába egy török barát, szunita rendszert hatalomra juttatni, és a harmadik cél föllépni az iszlám állam ellen, de ez az elmúlt hónapokban vált stratégiai cél, akkorában nem volt az. Igen, hát és itt van azért egy nagyon komoly ellentmondás ugye török részéről, mert ugye fellépni az iszlám állam ellen, illetve mondjuk így szétverni a kurdokat, hát ez a két dolog enyhén szól és üti egymást, hiszen a kurdok azok, akik leginkább, mondjuk, hogyha szárazföldi csapásokról van szó, leginkább élen járnak az iszlám állam ellen harcban. Erre egy-két mondat, egy igazatok
62, a kurdok az a nyugat felfegyverzi, ez már nem tetszik a törököknek, 3. Átlag 25-30 éves fegyvereket ad a nyugat, tehát azért sírógörcsöt nem kell kapni, 4. A kurdok tényleg jó harcosok, de csak a saját területükön. Ez azt jelenti, hogy ha ő elhagyja a saját területét, abban a pillanatban utánpótlás problémái vannak. A török hadsereg papíron egy rendkívül nagy létszámú hadsereg, a valóságban azért ez egy nagyon fura dolog, és még egy, Törökország a világ azon kevés államának egyike, amelyiknek minden szomszédjával vitája van. Tehát azért a törökök szembe kerültek a nagyhatalmakkal. Obama hónapokon keresztül beszélni nem volt hajlandó Erdogánnal. Amikor Erdogán kijelentette, hogy a Kínában lévő muzulmánok, úgy hívjuk őket, hogy ujgurok, kapjanak függetlenséget, akkor a kínai vezetés meghívta Erdogán Pekingbe, letették elé a két oldalú gazdasági kapcsolatokat, és megkérdezték, hogy akarja a török államfő, hogy ezeket most a kínaiak mind felmondják. Mire mondta, hogy nem, aztán akkor nem kéne az ujgur kérdést elővenni. Ettől kezdve Erdogán soha nem vette elő ezt a kérdést. Tehát Erdogán mozgástere most hagyományosan Európa, amelyikkel a kapcsolat az elmúlt hónapokban rendkívüli mértékben megromlott, és nem figyelünk oda, de egy hét alatt 3 irányban nyitott. Ez Izrael, Oroszország és Egyiptom. És mind a 3-at stratégiai céljainak megfelelően csinálta. Hát igen, ugye elnézést kért a lelőtt gépért, levelet, ami egészen megdöbbentő. Összeborult az oroszokkal gyorsan. Érdekes, hogy tényleg pont a Brexit után. Pont a egyetlen mondat, amikor lelőtték az orosz gépet, 7 helyről filmezték. És 7 helyről filmezték, hogy a levegőbe agyonlövik az orosz géppilótáját. Na most erre persze, hogy Putyin berágott, és persze, hogy elvárta a bocsánatkérést. Erdogán jó ideig húzta. Egy idő után egyértelmű volt, hogy a játszmában az oroszok sokkal erősebbek, tehát vagy enged, ebből a választásból a Erdogán a vagy engedet választotta. Hát most mondjuk kaptál egy török utat valakitől, és azt mondaná, igen, hogy akkor egy hét Antália 5 csillag 50%-ért, mert körülbelül ilyen árak vannak. Ma van az indulás. Ó, ma, holnap, vagy hétvégén van az indulás. Fölülnél repülőre és elmennél, persze, vagy azt mondanád, persze, hogy hogy én hogy, nagyon furcsa vagyok, én végigjártam a háborús zónákat, végigjártam Afganisztánt, Koreát, lent voltam Jugoszláviában a háború folyamán, átmentem Karlovácon, Magyarul Károly város, amikor lőtték. Tehát én elfogadnám, hogy egy idézőjelben normál emberrel fogadná ez természetesen az ő felelőssége. Mert arra gondol az ember ugye, hogy hát mondjuk Antália is egy nagyon nagy reptér. Ráadásul ott aztán tele turistákkal, 80%-ban tényleg orosz turisták vannak. Aki volt Törökországban, szállodában, azt tudja, hogy hát oroszon kívül nem nagyon hallasz más. Egy-két magyar néha oda köszön egymásnak, és arrébb löki egymást a svéd asztalnál, hogy... De hogy tele van oroszokkal. Célpont lehet akár mondjuk ott a török rivérán is egy repülőtér? A válasz az, hogy ma teljes biztonság sehol a világon nincs. Ez igaz. A valószínűsége, igen, hogy ezt megcsinálják, minimális, és a valószínűsége, hogy egy bombatámadásnál, egy bármilyen terrorcsapat támadásnál az ott lévő emberek közül pont azt éri támadás, aki ott van, az ezredékben mérhető. De az emberek az ezredékeket is komolyan veszik. Tehát nem véletlen, hogy a török turizmus összeomlott. Még egyszer, ha én ilyet kapnék, mondjuk kettesbe valakivel, nem akarok tippeket adni, mondjuk... Például a feleségeddel. Ő is nagyon jó, akkor vállalhatnám az utat. Tehát ha összedobjátok a pénzt, megbeszéljük a szállodát. Azt hittem, azt fogod oldani, hogy igen, hogy egyik oldalon az iszlám állam, másik oldalon a feleségem. Ígértem neki idén egy tengerparti utat, hát szerintette. Megnéztem, hogy brutális leértékelések vannak nyilván. Hát most az azért ébresztő ember nem biztos, hogy el akar menni. Jól értem, hogy az iszlám államnak ígértem egy tengeri utat, nem ígértem. Igen, nagy kérdés. Sok hallgató kérdezi tőlünk SMS-ben, hogy menjen, nem menjen, mit mondasz. De hát egy harcedzett férfi, hogy azért más az inger küszöbben. És hívja fel a külügyminisztériumot. Tehát nem véletlen, hogy a külügy azt mondja, hogy aki ilyen területre megy, jelentkezzék le, és a másik, hogy kérdezze meg, hogy az adott terület, nem az adott ország, az adott országrész a külügy listáján hol van. Hát Egyiptomban is vannak olyan területek, ahol nyugodtan lehet menni, és a sínai félsziget az, ahol bármikor bármilyen terrortámadás lehetséges. Hát igen, de megfenyegették Európát, Spanyolországot, az olasz tengerpartot, tehát igazából tényleg most jelen pillanatban azért azt sehol nem lehet mondani, hogy biztonságban vagyunk 100%-osan, mert ez a spanyolok, igaz, az olaszok, mindenki is kapott fenyegetést, hogy nálad is csak lehet ők akár. Is piát csinálnak, és fenyegetni sokkal könnyebb, mint terrorcselekményt végrehajtani. Hát igen, hát ez mindig Isten, olyan, igen, hogy akkor, azért, ha te ott vagy, akkor meg tök minden. Azért most már így az elmúlt pár hónap, vagy pár év, azért az folyamatos. Párizs után Brüsszel, most megint Isztambul, Isztambulban pár hónappal ezelőtt egy robbantás, ugye? Szóval, hogy ez egyre gyakoribb, egyre sűrűbb. Hát ez hozzá kell szokni nyilván. Szóval ez itt van most már nagyon test közelben. Mondjad? Egyetlen mondat.
hogy a merényletek 90-valahány százalékáról nem tudunk, mert az Irakba, Szíriába, Pakisztánba, Afganisztánba van, ami Európa inger küszöbét nem éri el. Tehát ezek akkor jönnek le, ha legalább 50 halott van. Rengeteg merénylet van, a merényletek kisebbsége, töredéke van Európában, de a világ erre figyel. Mi a lélektani magyarázata erről? Mi sokat beszélgettünk egyébként ilyen baráti társaságban, hogy bennünk van a hiba, vagy egyszerűen ez megmagyarázható, erről nagyon sok cikket olvastam, hogyha mondjuk tényleg Isztambulban történik, ami szörnyű, és 50 halott. Legyünk őszintén, az embert valamiért mégis egy kicsit kevésbé rázza meg, mint ha mondjuk Brüsszelben vagy Párizsban történik. Ugyanúgy ártatlanok, ugyanúgy civilek. Egyszerűen egy kilométerbeli távolság? Nem, egy távolság. Tehát gyakorlatilag, ha nem a te kultúrkörödbe történik, és aljaság, amit mondok, akkor nem nagyon figyelünk oda. Tehát ha holnap reggel 6 nagy merénylet lesz Irakba, maximum le fog jönni rövid hírbe. De ugye milyen furcsa, hogy ugyanakkor a Brüsszel vagy Párizs, akkor elkezd az ember szorongani. A világnak. Hát ebben benne van az, elnézést kérek, lezuhan egy repülőgép. Mennyit kap egy amerikai halott, és mennyit kap egy harmadik világbeli halott családtagja? Tehát ez a világ soha nem arról szólt, ami a francia forradalom jelszava volt, a szabadság, egyenlőség, testvériség. Ez a világ nem az a világ. Igen, tényleg az ember azt, hogy robbantottak Jakartában, meghalt 20 halott, elolvasod, néz tovább. Ha azt hallott, hogy robbantottak Brüsszelben, és 33-an meghaltak, akkor 3 napig depressziós vagy, és próbálod kitalálni, hogy hogy a fenébe lehet egy ilyen Európában élni ezek után. Hát furán működik az ember, de tényleg így van. Tehát ez Brüsszelben még mindig mutogatják, hogy hol volt most a merénylet. Persze. Én biztos vagyok benne, hogy amikor le fogok szállni legközelebb Isztambulba, az Atatürk reptéren, senki nem fogja megmutatni, hol volt a merénylet, mert más a hozzáállás. Tehát ez egy nagyon érdekes dolog. És ténylegesen arról van szó, hogy nem egyenlően ítélünk. Hát Afrikában elnézést, az elmúlt órákban merényletek voltak Kamerunban, Szomáliában. A rövid hírekben nem jön le. Igen, ez nagyon furcsa, de hát közben van ennek egyfajta lélektani magyarázata. Persze. Igen, az ember így működik. Tanár úr, nagyon szépen köszönjük, jó volt, ha már amennyire jól lehet egy ilyen témáról, de a jót úgy értem, hogy hasznos és érdekes. És rendben, várom a török repjegyet. Igen, nagyon jó nyaralást kívánunk, tanár úr. És eseménymentes. Köszönjük szépen, Nógrádi Györgynek, köszönjük. Ugye, de milyen érdekes, de tényleg így működik az ember, hogyha messze van tőled. Tehát, hogy Európa mondjuk nem a, nyilván egy picit de nagyobb. De hogyha közel van, egyszerűen jobban megrázd. Ha távol van, eltolod magadtól, és azt mondod, hogy nem a te ügyed, nem kevésbé érdekel. Fura, de tényleg így van. Na jól van, 8:30 múlt, pontosan 4 perccel Ákos hírei után már is jövünk vissza. 3:49 lesz, pontosan 1 perc múlva. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Belenéztem most Roger meccsébe. Amit ugye most játszott, egy teniszoktatóval játszott. Van még kávé? Olyan, nem tudom megálmosan. Én most eszek, majd aztán iszok. Jó. Eszem, iszom. Egy eszem, első szemi, ikes, ugye, emrag. Eszek, iszok, dínok, dánok. Dínok, dánok. Eszem, iszom, dínom, dánom. Igen. Mondtad, hogy mondani akarsz valamit? Igen. Képzeljétek el, az van a kerületünkben, a 13. kerületben, hogy jár támogatás azért, mert a gyerek iskolás. Ha elér egy bizonyos szintet, akkor kap éve szinten 15 000 forintot. És egy beszélgetésnek voltam fültanúja, ahol ugye elhangzott, hogy be kell menni önkorihoz, és akkor 15 000 forint, amit egy évre így a gyerek után kapsz, azt hiszem 4 valamennyinek kell lenni, akkor kapja meg. És azt mondta ott az egyik ember, hogy persze, hogy ez tök jó, menni kell érte, mire a másik mondta, hogy hát, hogy ti jól el vagytok eresztve, minek nektek az a 15 000 forint. Ja, Istenem. Hogy, hát, mert, hogy, na, jó. Na, figyelek, te jössz, mondjad, hát, hogy fölvegye, vagy ne vegye föl az, aki jobban el van eresztve, nem veszed el más elől, tehát akkor, hogyha te is bemész, ugye ez ugyanúgy jár, ez tök mindegy, pénzügyi helyzetettől függetlenül. Vegyed, vagy ne vegyed? De ez ez egy tipikus ilyen, tehát, hogy már bocsánat, de hát, hogy ő egy ilyen hülye. Már tehát, melyik? Hogy, aki hát nem az, aki megkérdezi, minek vegyetek föl, nektek úgyis van pénzetek. Tényleg előleg, de ez a klasszikus tudja, ez hiszem a mi életünkben ez így ilyen mondtam, anyám kint kapált a kertbe, és akkor eljött az egyik szomszéd a ház előtt, és megállt, így nézegette, anyám fölnézett, hogy mit néz, és megkérdezte az ember, hogy minek maguknak ekkora ház.
hogy így tudod, így mi a bajuk ezeknek az embereknek? Te tényleg? Tehát, hogy kérdezhet ilyet? Vagy mondhat egyáltalán? Nektek, ma, te olyan jól el vagytok keresztül, minek neked az a 15 000 forint? Aha, menjél. Menjek én? Persze. Nem fogják azt mondani, hogy beállok ott a sorba, hogy a Rákóczi miért megy a 15 000 forint? Mit csinál maga Rákóczi? Melyik sorba áll? A 15 000-es? Hát nem szemtelen maga. Melyik gondolat, hogy jótékony célra szeretném felajánlani? És miért nem a sajátodat ajánlod fel a jótékony pénzre? Miért a közönkormányzatért? Érted? Vannak emberek, akiknek... Tessék, te elmennél a 15 000 forintért? Jár. Én nem tudtam erről. Tehát, hogy nem tudom, sokan nem is tudják. Nem vagy ezt a kerület, tehát ez nem ajlani jogon jár, hanem ez a kerület döntöti. Nem tudom, hogy a többi helyen van-e, de azt tudom, hogy nálunk van a 13. kerületben. Tudod miért? Mert jár, azért mész el, értem, mert mindenkinek, ami jár, az jár. Aha. Érted? Tehát függetlenül tehát attól, hogy neked ne jeldél. Aha, hát nektek olyan jó fizetést, hogy nektek minek az a 10 000 forint? 15, nem 10. Ja, bocsánat, 15 ezer, ugye? Hogy ez milyen felvetés? Tehát értelmeztem, nem is tudsz rá igazából olyan valami logikus magyarázatot adni. Itt nem az a jó kérdés, hogy te elmész vagy nem mész el, mert ha jár, menj el, vedd föl itt. Az a kérdés, hogyha mondjuk ez mindenhol van, én nem ismerem ezt a rendeletet, és most kicsit így zavarosba alászom, mert tényleg nem ismerjük az ide vonatkozó jogszabályokat, akkor kell-e ezt alanyi jogon adni mindenkinek, vagy jobb az ilyen rendeleteknél az, hogy nem alanyi jogon jár, ha neked jó jegyed, hanem azt mondják, hogy támogassuk azokat, akik, és adjunk nekik többet, mint hogy mindenki felvegye alany jogon, és inkább kapjon egy valóban rászoruló többet, mint hogy mindenki 15. Igen, de ez ugye nem rászorultsági, a rászorultság, ez egy másik sztori, ezt azért kapja a gyereked. Ez egy motiváció. Így van, egy motiváció. Ösztöndi. Jó, de megjött a kedvületi lakosnál. Mit mond a basszus? Gyerekek, de most egy 8 éves gyereket 15 ezer forintra kell motiválni? Tehát ez a szülőnek nagyon jó motiválás, nem tudom. De miért? Hogy azért, 7500 fél évenként. Mi már fölvettük a Karinának. Na nézd, már ponyit két már fölvettük. Hozom az űrlapot nem a Ferinek. Nem mondod komolyan, már űrlapot. De hát mi már nem voltunk az Települési támogatás, tanulmányi ösztöndi. Tök jó. Ez egy tök jó dolog. Én nem ezt mondom, persze mindenki vegye föl. 4,5 fölött adja a 13. kerületi önkormányzat. Tanulj jól, kapsz egy az új bicikli, az így pénzbe van, kerül, kb. 15 ezer forint. Na, tessék. Így van. Ez a és mi van azokkal, akik mondjuk baromi sokat keresnek, és nincsenek erre a 15 ezerre rászorulva? Ezt kérdezem én is, hogy akkor ő mert szerintem ez az érdekes kérdés, hogy miért... De a gyerek jól tanul. Én mindig azokat a támogatásokat szeretem, ahol inkább azokat részesítik előnyben, akik tehát aki jól keres, az ott adni a gyereknek 15 ezer forintot, is tudja motiválni. De van, ahol a 15 ezer az arra kell, hogy egyáltalán nem tudom, megélni, fizetett vegyen. Ja. Tehát miért adunk egy olyat annyi jogon, ahol mondjuk van két szülő, aki keres, mit tudom én, ki 300-300 ezer forintot, 600 ezer forintot. Ez nem erről szól. Én ezt értem, abszolút tisztában vagyok ezzel, de szóval, hogy sokszor ezt én úgy mond pénzkidobásnak érzem, mert azért ezt, ha valaki jól keres, akkor tud a gyereknek 15 ezer forintot adni, hogy támogasson. Tök jó lenne, ha lenne lehetőség, hogyha mondjuk azok a szülők, akiknek mondjuk így jobb az egzisztenciájuk, vagy egzisztenciálisan mondjuk ilyen stabilabb lábakon állhatnak, azok kezdeményezhessék azt az önkormányzatnál, hogy ezt az összeget a szociálisan inkább rászorulóknak felajánlhassák, vagy valakinek a javára lemondhassanak róla. Ha lenne egy ilyen, akkor mert ha valaki ez zavar... De egy szociálisan hozzá, vagy rászorulónak. Ez jó, ez nem így van. De tehát a kerületben van szociális védőháló is. Tehát ezt szerintem most nem érdemes belekeverni, hogy egyébként akkor mi van azokkal, akik tényleg még szegénységben élnek a kerületben, vagy bármelyik kerületben. Ez egy tök más dolog, ez a gyereket jutalmaz a 15 ezerrel, nyilván nem. Azt föl kell venni, hát minden, amit az állam tehát, ad, akkor te fölveszed, és akkor ha benne hagyod, akkor az államnál hagyod? Vagy mi történik a 15-tel? Hát igen, egyébként ha Magyarországon élünk, szerintem a normális magyarázat egy ilyen kérdés az, hogy igen, vedd föl, hogy ezt se nyeljék le. Tehát, hogy... ne hagyd az államba, ácsiba benne, igen. Amit hát adnak, ez egyébként és ez egy valós mentális hozzáállás, hát ha ad valamit, nem sokat ad, azt akkor el kell hozni. Igen, 15-15. Ráadásul sok pénz, csak nem mindenkinek jelent ugyanannyit a 15, van akinek kevesebbet, van akinek többet. Igen. Ha lemondok róla, vagy nem megyek el érte, odaadják másnak, vagy benn marad a... Nem, hát a 4,5 fölöttieknek jár, tehát ott nem adják oda másnak, annak adják úgy, oda. Egy más 4,5-felesnek, aki mondjuk bárkinek már fölvette, de rászorul. Megkapja, tehát bárki, aki 4,5 felett van, úgy értem az enyémet, ha az én gyerekem 4,5 felett van, de én nem megyek el. Nem adják oda, nem jár 15 000-nek. Nem, ez évről évre, gondolom van erre egy keret. És akkor, hogyha ezt a keretet kimerítik, akkor kimerítik. Ezt én megkérdeztem, hogy működik. Nem viszik át a jövő évre, ez minden évben. De miért ez benned felmerült, hogy felvedd-e?
Vagy egy ilyen lelkismereti kérdés? Beszélgettünk így egy társaságban, és akkor ez elhangzott, hogy van egy ilyen lehetőség, és a négy fölött van. Ott az a rákérdezés, ez nem arról szólt, hogy... Tehát, hogy ez olyan érdekes dolog, hogy ki veszi föl, ki nem veszi föl. Hogy egyszerűen irigy az illető, és így próbálta meg ezen formában is jelezni. Küld be a békát, abban nem lesz baj, nem ismerik. Ilyenkor mindig előre kell tolni az asszony. Gyereknevére kell kitölteni, tehát nem is szerepelsz rajta. A gyereknevére kell. Annácska, hol kell ezt aláírni életem? Megmutatom neked, hát bevittük. Kell vinni a bizonyítványt, mert egy hiteles másolat kell róla, hogy valóban a 4,5 fölött van a tanulmányátok. Én ezt azért nem gondolom kellemetlennek, hogy én fölvettem, és annyiból élek, hogy nem szorulok rá szociálisan, de ez nem nekem jár, a Karinának jár, aki egész évben szorgalmasan dolgozott, és legyen az a kis költőpénze. És ez neki egy motiváció, és ebből ő majd vesz magának, mit tudom, egy klasztoltartót iskola kezdésre, és beosztja. Nyáron elfagyizgat belőle egyebek. Hát ez egy motiváció. Ezt azt kapja, aki 4,5 fölött van. Szerintem nem lehet minden szociális alapon. Annyi minden van. Szerintem az állam olyan keveset ad, hogy pont úgy kéne mérni, hogy azért ne alanyi jogon minél kevesebb járjon, meg kéne nézni a fizukat. De van nálunk nagyon komoly, amit a Keri mondott. És inkább azokat, hogy 4,5 fölött van a gyerek, de igazolhatóan ennyi és ennyi a jövedelmed, akkor ne annak adjunk, aki 600 ezeret keres, hanem adjunk 30-at annak, aki egyébként meg azért küzd, hogy a gyereke... Na jó, de akkor azt az a kettesnek is add. Tehát akkor azt hiszem, nem kötheted 4,5-hez. De közs, mert akkor motiválod a gyereket, meg lehet, hogy egy rosszabbul kereső szülő gyereke nem tud motiválást adni a gyereknek, mert nem tudja azzal motiválni, hogy ha évvégén te jó vagy, akkor veszek neked egy bringát, mert basszus nem tudja megvenni, akkor kapjon ő inkább 30 ezeret, mint bekocogjak én, vagy te, vagy bármelyikünk, és mondom, hogy föl kell venni, és azt mondta, hogy keresek mondjuk x 100 ezeret, én ugyanúgy fölveszem a 15 ezeret. Tehát szerintem súlyozni kellene, mert nekem van, meg neked is van pénzed, lehetőséged odaadni. Ez egy másik költség. A Karinának azt a 15 ezeret, de szerintem ugyanakkor szerintem mindenki vegye föl, mert miért hagynánk benne. De kell, ezek ne járjanak szerintem. De figyelj, elég komoly szociális háló van, tehát nálunk. Én nem ismerem a kerületet, de én igen, és nálunk az van, és én azt gondolom, hogy nem lehet mindent erre az alapra tenni. Mert hogyha van egy, mondjuk egy... De pénz, jobb, pénz oké, de neki meg motiváció. És de motivációt oké, meg te meg tudod adni. Igen. Vagy azok, akik x 100 ezer forint fölött keresnek, érted? Nem szorulsz rá arra, hogy kapjál az államtól egy motivációt, kapja meg az, aki viszont nem tudja megadni. Én ezt mondom, én nem tartom igazságosnak. Aha. Tehát, hogy ez nem egy, ez egy, értem, és tök jó, hogy van ilyen. És, de ez egy hülye helyzet, mert hogy végre ad valamit a kerület, ne kössünk már ebbe bele. De mindig azt szerintem azt kap, azt toljuk, és azt segítsük, és azt kapja, aki valóban rászorul. Most te tényleg keres valaki, mondja három. A másik, ha keresnek 600 ezeret, bekocognak, és fölveszik a 15-öt, míg melletted a szomszédod éppen ilyen halni készül, és a gyerek így áll végén, mert semmit nem kap egyébként a szüleitől a 4-es. Amiről beszélsz, az gyakorlatilag egyfajta szociális segélynek a rendszer. Most a szociális segélyt az eleve nem igényelhet, akinek egy x százalék fölött vagy x összeg fölött van a fizetése. Tehát elkülönözök két gyerek egymástól. Ez egy motivációs pénz. Tehát ami tudáshoz nem, van kötve, eredményhez van kötve. Szociális körülményekhez. Én szerintem is így van, hogy Jani mondja. Tehát ez eredményhez van kötve, és hát vannak benne tehetősebb családok és kevésbé tehetős családok. Ami jár, az jár. Van rá egy keret, a gyanítom az önkormányzat ki tudja fizetni a tehetős családoknak is, meg a kevésbé tehetős családoknak is. Itt nem azt mérlegelik, hogy ki milyen anyagi helyzetből jön, hanem hogy persze, a gyerek hát mit tett le az asztalra. 4-5 fölött persze. Vagy, gratulálunk, örülünk, kerületi diák vagy, jár neked. Tehát ez én szerintem ez ennyi. Igen. Tehát nyugodtan akkor. Én azt mondom, hogy itt az űrlap Ferikém kezd el tölteni, segítek. Most van egy másik menjél, tehát hogy nehogy azt gondolja, hogy ne menjél. Nyugdíjasok, nagy családosok hűtőszekrény csere fél árban, igen? Hogy az anyám nyugdíjas. Lecseréljem-e a hűtőszekrényét úgy, hogy pályázok erre? Nem, még a pofádról elmenj, keresem. Csak kérdezem, hogy az is jár, érted? Hogy az állambácsi 50%-nak jár. Tehát de nem az enyém, hát akkor... nem az enyémet, az övét. Neki egy Szaratovia van. Uh-huh. Egy 40 éves Szaratov. Tényleg az van neki, egy 40 éves öreg hűrő, így berreg. Hogy igen. Lecseréljük-e úgy, hogy a felét az állambácsi kifizeti? Na? Igen. Felvegyem? Igen. Anyám hűtőszekrényére? Igen, de aztán rakja majd a Facebook oldalunkra, hogy arra is költöttétek. Érted azt a lóvét? Jó, de azt nem mert hát nálad aztán... Igen, lehet, vagy elisszük. Hát, ugye is nem lesz. De csak akkor kapod meg, ha már megvetted a hűtőt. Cserélt ki. Eleve értelmes dolog kicserél, mert valószínűleg ez a Szaratov egy picit többet fogyaszt. Hát, de hogy így pörög a villanyos. Mondom anyámnak, mama, veszek neked egyet. 10 éve mondom neki, mama, veszek egy hűtőt.
Ferikém, nem dobjuk ki, még megy. Hát mondom, mama. De ez megint nem szociális alapon történik. Van egy keret, amit az állam ad azért, hogy energiatakarékos háztartási gépekkel szereljük fel az otthonainkat. Ha az édesanyádnak van egy nagyon régi hűtője, akkor ez neki jár. Még hogyha a Rákóczi Ferencnek van egy szuper jó állása, meg még esetleg több lábon is állsz az életedbe. Meg a Best of Pisos van akkor, még neki. Akkor, meg mik vannak ott neki? Na de itt megint, azért az anyukád nem veszi ezt igénybe. Ez, van egy keret. Itt az van, én olvastam a honlapon egyébként, hogy ez hogy működik. Aki beadja, az meg is fogja kapni. Erre ad az áll. Ez hát, tényleg így van. Nem lesz elbírálás. Hát beadod, mert van rá igény. Nem lehet minden szociális. Beadod, adja be, akinek kell szociális alapot. Tehát, hogyha annyira mondjuk van egy 50 éves hűtője, és mondjuk élnek 30 ezer forintból, ő ugyanúgy meg fogja kapni, mint az, aki 600 ezerből él. Beadhatja. Itt nem kérnek fizetést. És azt kérik, hogy egy régi gépet elvihessenek. Aha. Ezt kérik. Nagyon jó. És azt kérik, hogy ez a hűtő, amit majd igénybe vesztek, azon a helyen kell álljon, mit tudom én. Ahol a régi hűtő áll. Igen, tehát, hogy ne egy vállalkozást gazdagítson. Igen, azt lehet, hogy ellenőrizni fogják, mert az állam ad hozzá, mit tudom én, 50 vagy 45 ezer forintot. Miért ne venni igénybe anyukád? Bemennek a mamához. Hát, hol a hűtő, Mariska? Megnézhetik, igen, azt fogja aláírni anyukád. Én láttam ilyen papírt, mert nekem van ismerős, aki igénybe vette. Ez egy jó kérdés, hogy hány gyerek kapja meg valóban a 15 ezeret, tudod, és nem két karton Marbi. Két karton Marbi, egy vermut, nem tudom, likőr, és lesz belőle. Ugye? Tehát, hogy azért... azért... Itt megint akkor a szociális alap, ugye, hogy most nem is megyek ebbe bele. Igen. Hát én például odaadom a lányomnak. Apuka, hol van a biciklim a 15 ezer forint? Én így visszaszobárban elvettem két karton Marbi, egy időt. Nézzük ide itt az utolsó két macska szem. És ez miért csak a 13. kerületben van, így kérdezem? Nem tudom, lehet, hogy van más. Milyen nyallereskedés folyik ott a 13. kerületben? Titeket így megszórnak 15 ezerre. Nem szórnak. Mi történik a 13. kerületben? Gyerek, tudod? Azért, még egyszer mondom, nem szórják. Ez nem úgy volt, hogy arra játszik. Arra jársz, és Tóth József, MSZP-s. Na ráadásul, kérem szépen, kapargassuk meg csak ezt egy kicsit. Hogy is zajlik ez ott a 13. kerületben? Na nézzük akkor ezt meg egy kicsit jobban. De ezt a 13. másik kerületben is van. Mi történik a 13. kerületben? Csak ezt egyébként honnan tudjátok? Tehát ezt így tanulmányozni kell különböző közlönyöket? Vagy ezt így elküldi nektek postaládába bedobva? Persze, vagy ez a szájra terjed? Nekünk a suliba szóltak. Suliba szóltak, hogy van ilyen? Igen. Ez milyen jó? A francot a titkárnő odaszólt a Feriéknek. Ferikém. A csókosok. Ferikém, itt cuka vagyok. Ferikém, nagyon kerületi titkárságban. Nagyon finom volt a apros utó. Az a hízó is olyan jó lett. Köszönöm szépen a bögrét is. Nem is baj, hogy Vadon Jani nem is talál, nem értem. Na, van most egy ilyen 15 ezer forintot. Mondom, mert itt mindig kapodítok, falnak is füle van. Hány gyereke van, Feriké? Mide? Kettő? Én három lelekeztem, hogy van. Na mindegy, valahogy el is kell, hogy beírom, hogy plusz egyet, az legfeljebb az. Kelek, kettős, majdnem hármas, kicsit jó. Kézde, Somi is elkezd tanulni, 30 már. Az már szép összeg. Az a baj, hogy Magyarországon a reális vagyoni helyzetet ugyanakkor baromi nehéz felmérni. Tehát ez az ország a minimálbéren dolgozó. Fontosan, ez így van. Egyébként milliárdos vállalkozók országa, akik felkapnák a 15-öt, érted? Két tanárember meg a 300 ezerrel mondjuk nem kapná meg a 15-öt, tehát azért ez egy baromi nehéz kérdés. Ez így van, ahogy mondod, mert van a. De mégis valahogy jobb lenne azért, nem. Nem lehet mindent én szerintem szociális alapon adni, most ezért kövezzenek meg. A gyerek tanult, teljesített, gürcölt. Na és mit kapott? Nem, van egy desszertes dobozban neki a pénz, és egy menő tolta. Desszertes dobozban. Desszertes dobozban tartja. Hát vagy csoki teszik, vagy pénzt vesz ki. Értem, a regulát nem, azért. Ott van, és majd ő szeretne egy menő toltartót szeptemberre. Mondtam, hogy hajrá. És ő különben beosztja. Azért ez nincs 15.
Azért a sivatagban nem te vinnéd a kulacsot, halló? Hát most figyelj, elköltött belőle... 15 ezer egy toltartó? Ha minden segít. Nagyon rendes gyerek volt, mert most elköltött belőle 3000 forintot édesapjának a névnapjára, képzeld, de nem engedte, hogy én vegyek ajándékot a Péternek, ő kinézett egy nagyon menő vagányövet, és akkor a Nagyival közösen ő 3000-rel szállt be, a Nagyi a másik 3000-rel, és vettek egy nagyon szuper övet, és ezt a saját kis pénzéből akarta megvenni az apukának. Milyen jól nevelt ez, a 15-ből 3-at már elköltött a saját apjára, nem? A kutya fáját, hogy én nekem is át kell nevelni. És van saját akarata, mert az apja megint unikumot kér. Milyen jól nevelt ez a gyerek, 15-ből mínusz 3 az apjának névnapra egy kis ajándék. Már csak 12, de közeledik Anna születésnapja. És nem sokára itt van karácsony, illetve Anna névnap. Így, de tényleg is nem tudtam lebeszélni, annyira cuki volt, hogy jól nem anya, ezt én akarom a saját pénzemből, nekem van saját pénzem, mondom, jól van, oké. Okay. Hát, na jó van. Mikor mentek, Feri? Csinálj már egy szelfit, hogy állsz. Ja. Itt csak a mellett. Itt csak a mellett, igen. 9 óra múlt 1 perc, gyorsan megmutatjuk, mi a beugró hármas ugrása, figyeljetek. Ajajaj, ez hirtelen jött, gyors volt, mutatjuk még egyszer. Ó, úristen. Hát ember legyen a talpán, aki ma bekerül a hármas ugrásba. Írjátok meg, mit hallottunk, mi pedig jövünk a hírek után. Open your eyes. Time to wake up now. És most, hölgyeim és uraim. Klassz FM hallgató. Folytatódik Magyarország első és egyetlen morning show-ja. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a morning show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra múlt pontosan 15 perccel. Szép reggelt kívánunk mindenkinek. Egy jó kis pitbull. Hát te. Pitbull nélkül. Jó volt. Jó kis van pitbull. Élet. Pitbull nélkül. Pitbull nélkül. Nem reggel a reggel. Ma viszont egy szomorú hír. Motoros baleset történt a Blaha-Lujza téren. Nagy a dugó mindkét irányban. Úgyhogy próbáljátok kerülni. Mindenkit elterelnek a körútról a Rákóczi út keleti felé. Ezt Z küldte nekünk. Nagy baleset van. Sajnos egy motorost érint a dolog. Azt mondja, hogy Debrecenben fotóznak, Debrecen bejáratánál, valamint Angyalföldön a Fáy utcánál is most készülnek fotózni. Vigyázzon mindenki. Viszonylag egyébként minden rendben van, egy-két balesetet leszámítva. Ugye van egy sörös kamionunk, ami felborult a körforgalomban, alakul a dugó, és a Rákóczi hídon baleset a Buda felé. Úgyhogy ott is vigyázzatok, már visszadugult a forgalom egészen a Lurdi házig. Az a sok drága ital. Azért, ja. Azért azt gondold el. Azért ez nagyon durva. Tehát jobbról bemész a körforgalomba, veszed alá egy kicsit balra, majd újra kimész jobbra, és ez a jobban jobb, ez így egyszer csak elkezdi borítani a kamionodat. És van egy pont, ahol te már látod, hogy ez hogy borul. Vissza. Vagy a tükörből, vagy a visszapillantóból, nem tudom, de a külső tükörből biztos. De rossz lehet. Hogy úgy megy el egy picit a vízszintesség, nem? És úgy elindulsz. És még reménykedsz, hogy hát, ha visszabillen. De akkor, és már tudod, pillanat, hogy nem. És mondod, hogy mancsaf. Ülj ki. És nem ülj ki senki, és felborulsz vele. Szóval az egész egyszerűen elképesztő. Az elképesztő lehet. Mondjuk ott valaki valami csúnyán benézett a pakulásnál. Hát vagy sebességnél. Hát vagy a sebességnél, a vezetésnél. Igen. Na hát fölrobbant az internet, meg az SMS, meg minden, mert itt aztán most pro és kontra kapunk hideget, meleget a felvett 15 ezer miatt, hogy miért kell neked sorba állni, meg egyébként is más, miért nem kampja meg, igazság vagy igazságtalan sága dolog. Motiválod a gyereket, nem. Vagy nem? Igen. Hagyják, fogadd el, én is elfogadom, de nem értek vele egyet, ha tehetősebb vagy, legyen annyivér a pucád, hogy a saját pénzedből motiválod a gyereket. Általában ahol szegénység van, ott a tanulási eredményt is nehezebb felhozni. Nem foglalkoznak a gyerekkel, vagy nem nyugodt a lelki háttér, ez Béla küldtenek. Na de honnan tudja az illető, hogy te amikor bemész és felveszed ezt a pénzt, utána az első utad nem egy postahivatalba vezet, és mondjuk egy csekken feladsz valamilyen összeget, illetve ezt az összeget nem ez a jellemző. Jótékony célra. Nem ez a jellemző, meg, tehát, hogy megkeverjük a dolgokat, mert ezt a pénzt, ezt a gyerek kapja, tehát ez igen. A gyereknek jár, ez nem Rákóczi Ferenc, hanem majd Rákóczi Panna fogja megkapni, ha eléri ezt a bizonyos. Igen.
Kossuth díjat is csak rászoruló kapjon? Kérdezi valaki. Tök érdekes, és tök jó a párhuzam, hogy akkor mi van? Az hát is semmi, érte, hogy fogod, aztán felajánlod, ha nincs rá szükséged, akkor felajánlod jótékony célra. Ez a gyerekünk Kossuth díja, hogy mit 4,5 lett, érted? Ha kerül egy gyerekeinek Kossuth díja, akkor ő se vegye át, nem szorul. Abban van igazság, hogy azért nyilván azt tanul jobban, ahol otthon nyugi van, nem? Az igaz, én meg egyébként azt gondolom erről, hogy pénzen nem lehet a gyereket motiválni a tanulásra. Ez hülyeség. Ez a pénz, ez megint egy másik. Igen, hogy szerintem az nem jó motiváló, mert ha egyszer az elfogyott, akkor már nem tudod mivel motiválni. Az a dolog, amire a pénzt fel tudod váltani, az viszont motiválni tudja a gyereket. Például a bicingli. Így van. Az jó. Egy jó kerékpár. Igen. Nem lehet, hogy mindig csak a szülei motiválják a gyereket, csak azért, mert megtehetik, ilyen is lássa a tehetős gyerek is, hogy a munkának van eredménye, egyetértek motivációs pénz adásával, mondom ezt úgy, hogy mi szociálisan is rászorulunk egyébként, írta egy másik hallgató. Nálunk egy 380 fős kisfaluban évek óta van ez, jó átlagú bizire pénzt kapnak a gyerekek, alapközép és főiskolásoknak más-más összeget adnak egyébként. Nem a 13. körlet találta fel a spanyol ezt. Így is van. Jó, megértetted, amiről beszélgetünk, csapjá oda, és szerintem is a Juli tényleg egy pénzéhes állat. Így is van. Majd mondjuk neki, ha legközelebb jön. Ahogy a hangtól megint. Na, aztán egy SMS. Azt tudtátok, hogy a 2016. május 5-én veletek játszó két rendőr ellen fegyelmi eljárás került elrendelésre, mivel az egyik közölte, hát bepirosozom, hívjuk már föl, jó? Próbálj már fölhívni, vagy hívhatom minden is. Az egyik közölte teljes nevét, a másik Nino hangot adott ki, ezzel rendvédelmi szervhez nem méltó magatartást tanúsítottak, illetve engedély nélkül vettek részt a játékban. A közvetítős rendőreink. Igen, csak miről van szó, ez számomra egyébként megdöbbentő, hát nagyon szomorúan hallom, ugye a májusban volt a foci, a drukkolj te is úgy, ahogy csak tudsz, és jussák egy Barca meccsre. És ott volt két rendőr, akik hát bejelentkeztek egy rendőrautóból, éppen szolgálatban voltak, mentek A-ból B-be, és hát zseniálisak voltak, az egyik kollega közvetített, a másik pedig a végén beninózott. Igen, színi ugye? Nino, és hát imádtuk őket. Egy ország szerette meg szerintem még jobban a rendőröket, őket legalábbis mindenképp. Jó fejek voltak, aranyosak, lendületesek, szerintem semmit nem követtek el, ami függelemsértés lenne, vagy nem tudom, hogy mondják azt pontosan a szervezetnél. Fegyelmi eljárás került elrendelésre. Közölt a teljes nevét, Nino hang miatt. De nem voltak szolgálatok. Rendvédelmi szervez nem méltó magatartás. Hát ezt nekik azért van egy szolgálati szabályzatuk, tehát hogy ezt neki tudni kellett, hogy ebből lehet-e bármiféle retorzió, hogy ők bejelentkeznek. Nem tudunk ott valami illetékessel beszélni esetleg, és megkérni őket, hogy lehetőség szerint ettől tekintsenek el. Meg kéne tudni, hogy milyen... Nem tudjuk, hogy mi a vége még a dolognak, mert lehet, hogy ez csak egy ilyen figyelmeztető jellegű, hogy na, elővesszük az ügyet, de aztán nem kaptok semmit. Igen. Na jó, csak hogy milyen megye, milyen város, hova tartoznak. Ha nem arcás játék van a Morning Show-ban, akkor ennek lesz következni. Igen, ki lesznek a rúdosok. Mert az baj, lehet, hogy aki az SMS-t írta, se beszélhet. Tehát itt senki nem beszélhet. Juli, igen, a pénzéhes megjött, igen, a szociálisan érzékeltem, már a menekülteknél is bebizonyítottam ezt az álláspontomat. Nem, a legjobb az volt, hogy elegem van a pénzéhes Juliból. Szóval, na jó, hagyjuk, lapozunk, nem beszélhet. Ő se. Nem. De mi, ő oda tartozik? Igen. Ő oda tartozik, aki az SMS-t írta. De hát, ő vizsgálja az ügyet? Nem, ő vizsgálja, ez nem ő látta a jelentést. Ha jól emlékszem. Látta a jelentést. Igen. És ezt elárulhatja egyébként, hogy kiket kellene felhívnunk, hogy egy kicsit megpújtsuk őket, hogy tekintsenek már most elettől, vagy legalábbis legyenek nagyon méltányosak, kedvesek, és ne túl szigorúak. Nem fognak eltekinteni? Nem fognak, mert kapnak mindig ellenőrzést, és ez most megtörtént. De hogy ez ebből most már egy önmagukon túlmutató ügy lett. Aha, igen. Hogy ilyen nyilvánosságot kapott. Pénzbüntetés lesz belőle fegyelmi eljárás keretében. De benne van a szolgálati szabályzatban, vagy van egy ilyen leírás, hogy biztos, persze. Kossuth Rádiónak lehet nyilatkozni, kereskedelmi rádió vicces műsorában nem tesz szerepet. Szerintem egyáltalán nem lehet. Vagy nem lehet egyáltalán semmi? Nem lehet, persze. Hát képzeld, minden rendőr mindenhol szabadon elmondaná a véleményét egy ügyről, vagy ami történik, hát azért ezt valahol szabályozni kell. Hát én azt mondom, hogy hívjuk fel dr. Pintér Sándort. Szerintem ő érti a tréfát. Csak nem szeretik. Igen. Én is értem a humort, csak nem mindig szeretem. Nem mindig szeretem, értem. Hívjuk valakit, aki szokott nyilatkozni. Mondja már. Karambőny. Doszpot. Valakire csörögjük. Én közel lakom a doszpot. Akivel így szoktunk dumálni rendben. Fölhívja, megkérdezzem esetleg őt, hogy hát ha tudunk ennek a két rendőrnek valahogy segíteni. Én nagyon megszerettem őket. Most meg tudnám mutatni, mert itt van a monitoromon, hogy veszélyén áztak. Csak én nem akarok nekik még nagyobb bajt, hogy beadjuk a Nino. Nem használ
sírtam a szirénát. Még a szirénát nem kapcsolták be. Igen, nem használtak megkülönböztetett jelzést. A másik nénó-nénó hangot adott ki, ezzel rendvédelmi szervez nem méltó magatartást tanúsított. Hát hogy nénózott? Hát igen, mert vicces, és ugye hát a tekintély hova lesz. Ó, szegénykéim. Szerintem pont ettől jön, hogy ők is ilyen emberi. Igen, most gondolod, hogy bejelentkezel egy játékban, nem nyersz, nem jutsz ki Barcelonába, lefokoznak, megbüntetnek, pénzbüntetés, és fegyelmi eljárással kell szembenézni. Igen, nagyon szigorú szabályok vannak, a barátnőm a katasztrófa védelemnél dolgozik, és ott se lehet vicceskedni, tehát hogy nekem itt szokott mesélni dolgokat, azért keményen, hogy úgy mondjam, szabályzók között vannak. De valahogy segítsünk már nekik, azt legalább jó, el tudjam mondani, hogy hova tartoznak? Kikhez? Mivel kinél van? Szolgálatban van, megszegni ő is a szabályt. De veled nem beszélhet? Velem beszélhet. Tehát szedd ki belőle, hogy tudom én, Balaton, aha. Veszprém, Somogy, Fejér megyem. Szűk is folyamatosan a kört. Azt én tudom. Próbálj bemérni a telefonját. Find my iPhone. Beszélni. Persze, megyek, megbeszélni. Adja meg a telefonzámát, rákeresünk. Hát a Zsűl valahogy megtalálja. Jó. Vagy hívjuk fel az ORFK-t. Mindenképpen. Most nézem már egyébként. Na, melyik kérdik beszélni? Most az ORFK-n keresünk, mert csak nem hívjuk fel 107-et. Indítsunk a 112-t. Azért, hogy messze. Jó napot kíván. Szolgálat, hanyag, ellátása, bűncselekményt követtek el. De most ki volt biztos, a trafi az dolgozott magától, ők meg megpróbálták. Na, hülye világ ez egyébként, nem? Szóval én értem, hogy valahogy ezt be kell rajtuk úgy hajtani, vagy be kell tartatni a szabályokat, azért vannak. De közben meg az egész egy baromi ártatlan dolog, hogy betelefonálsz egy reggeli műsorra, és nénózol kettőt. Igen, és nem ráadásul gondolom. Én mondtam nekik, hogy nyomd a szirénát, nem gondoltam ebbe bele szegény, de ő kapcsolt, és nem kapcsolta be igazából a szirénát, csak elkezdte nyomni. Találtam szerintem... egy ügyintézést vezető, egy papkároly rendőr altábor, nagy nincs telefonszám. Jó, akkor írjál neki faxot, jó, és mondd el, hogy mit van. Kedves altábornői úr. De van egy közvetlen teva utcás. Nem, holnap, ha most nem tudunk valakit előszedni, akkor holnap valakivel beszélünk az ORFK-tól. Léci, most őket egy kicsit ne bántsák. Na hát azért van, amikor így súlyozol, meg úgy súlyozol, nem? Érted? Nem. Hát most befizetünk két gyors hajtást. Ennyi. Én majd szórólapozok, ti meg elmentek műsort vezetni valamelyik rendőrnapra, nem? Én bevállalom. Mit szórólapozol? Hát majd ott mit tudom én, rendőrárvák javára gyűjtök, vagy mit. Ha lehet velünk barteresnek, én elmegyek egy ilyen Teve utcai karácsonyi bulit megcsinálni. Mikulás, jók. Jó, azért Mikulás nem öltözöm. Azt meg sem én. Azt megcsinál, te leszel az öreg jólapuk. A műsorvezető, én leszek a Mikulás, te meg szórólapozol. Nem, én a rendőrnapon majd akkor felveszem, mit tudom én, a csibész ruhát, és akkor engem rángathatnak a rottvellere. Annyi minden más ügyet hallok, amikor nem bántják a rendőrt, meg nem rúgják ki, meg csak áthelyezik, de nem veszik igen, el. Igen, de azokat eltusolják ki. De legalább olvasok nagyon sok mindent. Azért nagyon sok minden történik, amikor azt mondja, hogy ezt vagy azt elkövette a rendőr, de olyan nagyon sok minden nem történt. Most meg itt van ez a két ártatlan, szerencsétlen félnótás, már úgy idézőjelesen értem, hogy akik tök naivan betelefonálják egy reggeli műsorra, én értem, hogy szabályok vannak. De ne bántsák már őket. Persze. Tudunk valakit találni? Holnapra valakit találunk, aki megszólal. Hát ha nem passzol most le minket az ORFK, és tudunk valaki. Szerintem mondjál, hogy megértsük. Nem? Hát tulajdonképpen egy szakzsargon azt nem fogjuk tudni. Na, ne ássuk most, már mélyebbre szegényeket. Ja, 10 perce, konkrétan Góbi Sivatagra beszélem a számat, igen. És jössz te barom bele a megszólalásba, és zillel, érted, és áttöröd, lerombolod, bezúzod mindazt, amit szépen kártyavárként építgetek. Pofozgatom, visszafojtom a levegő, mert ráteszem az utolsó Jolly Joggert. De akkor most barátkozzunk. És jössz te egyet. Igen, egy kicsit. Mi ez, Bali, kártyavár? És így fújja, de most barátkozunk. Értem, most barátkozunk. Most kapcsolatot épít. Most megmentünk két embert. Éppen megmentünk két embert. Hát ne fújd el a kártyaváramat, amit 10 perce gondosan építek. De ő úgy fújja el, nem ilyen nagy levegővel, hanem így hátrazett kézzel, és egy ilyen ilyen. Balról megérkezve a megszólalásba, fúj egyet, igen. Én dózsás voltam mindig. Na, most kezdesz visszajönni. Jó volna. Utálj Kafradi, csak az ute. Egyszer már azt hiszem a... De hajt fel, engedd el. Ja, akkor nem érdekes? Jó. Mert csak mondani akartam, hogy tudod visszaadni. Jó, holnap valakivel megpróbálok beszélni. Segítünk neki. Akkor mennyi a bűnt egyébként? Nekünk vagy nekik? Nekünk sok, azt tudom. De nekünk az NMA-tól jön. A nekik ilyen, mennyi egy fizú, 50 ezer, 100 ezer? Csak nem vesznek el egy... várában. Hát csak nem vesznek el egy havi fizút tőlük. Nem már. Nem tudom, hogy milyen tétel a büntetés egyébként ilyenkor. Jó, valahogy megpróbálunk ennek a két rendőrnek segíteni. Próbáljunk meg. Tegyünk rendet a betyárját. Jó.
Nem, én azt gondolom ezekről, hogy persze a szabály a szabály, de ez a két ember egyébként jót tett a rendőrségnek. Hát, tehát én azt hallom, hogy egyébként igen. Két ember, aki laza, jó fej, ők is emberek, betelefonálnak, hallgatnak bennünket, nyilván nem lehet így, ez egy szubjektív mérce. Hogy megszegte a szabály, de jót tett, akkor most ne akkor nem büntetjük. Ez demagóg duma. Lazák, benne van a bolondozás van. Tehát azt gondolod, hogy na végre kicsit ők is lazábbak, és nem egészségügyi csomag, jó napot. Ugye, tehát mert hogy kicsit még azért sokszor ezt gondolod. Nem? Igen, se. Jó, de nem. Te már elfújtad a kártyavárat, te már építsz velem együtt. Most rakosgatom össze az alsó lapokat. Most összeszedted a kártyákat, és elkezdted újra velem együtt építeni a kártyavárat. Nagyon jól csinálod. Szóval, hogy egyébként ez még jót is tett. Jót is tett a rendőrségnek. Jó, Ákos nem valami megszólalót hozott neked éppen, Laci? Nem? Nem? Nem. Nem. Vagy kontaktot? Igen, azt írek, a Jani kalapáccsal fújja azt a kártyavárat. Igen, a Jani egy lángszóróval építi a kártyavárat, ezt kell, hogy mondjam. Kinek van most a legfényesebb és legszélesebb állapja ott? Az ő telefonszámát akarjuk most. Na, ez a beszél, ezt szeretem. Jó, holnapra találunk valakit. Jó, hát, ha nyilatkozik nekünk az ORFK. Játsszunk, nem felejted a hármasugrást, itt van már is aztán hallgató. Pedig jöjjön egy poliszám. De rohadt nyal lenne. Na, hát ez meg már a másik végre. Itt van már is a játékosunk. A hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! A szolgálatban való nyilatkozattétele minden esetben előzetes, közvetlen parancsnoki engedély köteles. De ő nem nyilatkozatot tett, hanem játszott. Hát jó, de úgy értem, hogy te megszólaljál. Se milyen olyan aktuális ügyről nem beszélt, nem nyilatkozott, kész, játszott. Tudjuk meg, mennyi a bünti, nem? A panna 15 ezerét bedobott. Na, de ezért mondom, hogy dobjuk nekik össze a büntit. De miért felveszed tényleg? Te rohadt szemét. Pofádról nem sül. Hogy miért nem rohadsz meg, hogy hát, felveszed azt a 15 ezeret. Ha kell, érted. Hűtő meg, ez hát. A hűtőt még nem tudom. De szerintem azt is. Dob be. Azt próbáljuk megtudni, hogy mennyi a dobot. Azt próbáljuk megtudni, hogy mennyi a büntiük. Igen. Hát, ha nem kirúgás. Ha megússzák azzal, hogy nem rúgják ki őket, akkor próbáljuk majd ezt kialkudni, akkor tudjuk meg, hogy mennyi a bünti. És akkor kalapozunk kicsit. Jó. Valahogy, nem? Jó. Már nem akarlak titeket ebbe belehelyezni. Te már lefújtad a kártyavárat. Persze. Ez szimpatikus egyébként, hogy átoljuk az egészet a hallgatókkal. Hát, hogy köszönöm, hogy nem, hát én most mondanám. A felajánlásunk már megvolt a műsorvezetés Mikulás szólólapozásért. Valamit felajánlunk. Jó, visszatérünk erre. Jó, de akkor majd burkoltan kell. Két-három gyorshajtásban megoldjátok, nem? Jó, én szívesen. Mondjátok meg, hol van a legközelebbi trafi, belehajtok gyors. Hát még se az legyen, hogy kenő pénz van. Halló, jó reggelt! Szép jó reggelt, sziasztok! Hello, hogy hívnám? Józsika. Igazából próbálok, hogy én is engedélyt kérnék, pedig nem vagyok szolgálatban. Nem, de rendőr vagy. Rendőr vagy? Dehogyis. Több kiadást már nem veszünk a nyakunkba. Most éppen megmentünk kettőt, de azért már mindenkit nem tudunk. Miért mondod, hogy Isten ments a legszebb hivatás a világon? Hú, Jani, azért van baj, de oké. Látod, hogy építi a kártyavárat? Jövök vissza. Most gyere velünk, Józsika. Legyél rendes. Na, honnan hívtál minket? Gyulakeszély, de most Pesten éppen. Pesten is mit csinálsz? Területi képviselő vagyok. Területi képviselő, aha. Igen. Ez még van ez a foglalkozás? Persze, nagyon. De, igen. Milyen termékcsoporttal foglalkozol? Ne, mező. Feri egyik kedvence. Hát itt na. Azért sok minden van. Alkoholos. Jó van, végessük. Azok a rohadt sztereotípiák. Ugye? Lábgomba. Már szűkület. Jó van, szóval, hogy alkohol. És akkor mész és nézed, hogy ki van-e rakva, jó helyen van-e. Hát igen. Megeladjuk, amit meg el kell adni. Amit meg el lehet adni. Jó van. Akkor nézzük az első kérdést. Milyenek a kérdések? Én könnyűnek érzem. Könnyű? Puha voltál, vagy... Kilőtt az első, kilőtt két gólt a magyarok közül, a portugáloknak. Az jó lenne? Szereted az ilyen típusú kérdéseket? Fociból jöhet, bármi. Na. Akkor így szól az első. Melyik megyékben találtuk Magyarország egyetlen atomerőműve? De szép kérdés. Tolna? Aj, de jó vagy, így van. Nagyon jó. Bőle, Gabi. Nagyon jó. Olyan kérdés, mint Jennifer Lopez, dupla fenek. Mert?
Azt mondja, hogy hány méteres medencében zajlanak az úszóversenyek az olimpiai játékokon? 50. Hát ez egy nagyon primitív kérdés volt. Könnyű volt, nem primitív. Ez egy primitív kérdés volt. Felejtsük is el. Felejtsük is el. Mi legyen a harmadika? Menjünk tovább. Legyen sport. Legyen sport. Maradjunk. Maradjunk a sportnál. Így szól a harmadik kérdés. Melyik hónap kapta a nevét egy kétarcú római istenről? Szokták mondani, hogy milyen arcú. Hát ez bizony a január lett. A január. Jánusz ez a két arcú. Jánusz arcú szokták Jánusz mondani. Műltek körökben, ahova én nem járok. Mondd még egyszer? Nem voltam gépközelben. Nem voltál gépközelben, hát az ilyenkor nagy, nagy segítség. Na figyelj, indulnak az ajándékcsomagok, tiki, taki, jöjjön a bum! Bum! Ilyen gokat én is szoktam magam. Igen. Gyere, gyere már! A kutya fát! Hogy? Elfújtam a füstöt. Nem. Sajnos nekem sem. Nem. Ez a Fránya szoftver, hangolnunk kell rajta egy picit, nem adott. Mert szomorú vagyok, nem baj. Nem baj, legközelebb egyébként nem volt nehéz a kérdés, igen, ez tudható volt, vigasztaljon a tudat. Köszi. Neked is, köszi. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Panna 15, Karina 15, megvan a bünti, Perec küldte. Igen, hál' Istennek az illányom 3-8 lett. Igen, kb. 200 ezer a bünti. Na jó, holnap ennek megpróbálunk utána járni. 9:30 múlt 5 perccel jövünk mindjárt a nap legjobb pillanatai. FM-en. 3:10 lesz pontosan 2 perc múlva. Valaki azt írja, na most téged poligavá. Igen. Gyerek, megágyasztunk a holnapi beszélgetésnek egy polizdallal. Tehát, hogy tökéletes. Barátkozunk. És akkor még köszönjétek meg, hogy nem azt a verziót adtuk le, amit a Machine Head játszik. Én annak jobban örültem volna. De a tiltó listán. A tiltó listán van. Ja, ez a Szentmihályon presszó lesz, ezt hányan elküldték? Ez mirigy átirat, vagy ez csak ilyen? Nem, ez szerintem csak ilyen, amit tudod, amit régen hallottál a dalszövegekben. Igen. Igen. A levelet kaptam live, meg a Szent Mihályon presszó lesz, igen. Na, mutatjuk, hogy miről is volt szó ma reggel, csak nekem itt meghalt a gépem, azon belül is a Skype-om. Nem bírja a meleget. A nem identitásomra utaltál ezzel? Tényleg meleg családja van. Ja, ez kicsúszott. Miért nem hozzá szíjjön? Miért árulsz el? Tudod, hogy alibim van a család, a gyerek is. Miért kell? Majd egyszer fogok coming out-olni, de miért kell ilyen hirtelen kijönned ezekkel a szörnyű tényekkel? Amit még nem ismertem be. De most így. Igen, szóval, hogy fölhívtuk a mi drága Nógrádi Györgyünket, hogy egy kicsit belelássunk az összefüggésekbe, ugye az isztambuli robbantások után, ugye azt már egyértelműen leközölték, hogy az iszlám állam volt nyilván, de megkérdeztünk mást is, és hát nagyon érdekes dolgokat tudtunk meg. Nógrádi Gyuri bácsival mindig jó beszélgetni. Nagyon jó. Tisztán jól látja az összefüggéseket. Nagyon jó. Sok minden olyat mondott el egyébként, amit nem tudtunk, többek között szóba került, hogy érdemes-e Törökországba menni, kell-e félnünk. Ezt is megkérdeztük tőle, szóval Nógrádi Györgyel beszélgetünk. Mindig mond valami meglepőt. Most például én azon lepődtem meg nagyon, hogy mondta a luxemburgi politikus kapcsán, aki részegen mászkált az utcán, hogy ő még nem találkozott ilyen buta politikussal. Ez nagyon fura egyébként magyar választópolgárként hallani. Igen. Vagy ugye hát a Martin Schulzról is beszélt, bár nem nevezte meg, az Európai Parlament elnöki tisztét tölti be, és kiderült ugye, hogy a politikus önéletrajzából, ahogy hát nincs annyira érettségie, mint amennyire kellene lennie. Hát, értem, na, na ebben sincsen egyébként semmi újdonság. Igen, érettségű. Az elmúlt fél évre visszagondol. Igen, tölti be ezt a posztot. Szóval vele beszélgettünk, valamint egy hamarosan megjelenő Clinton könyvről, mert hogy a Clinton éra alatt, a Bill Clinton éra alatt egy titkosszolgálati vezető írt egy könyvet a Clinton családról, amikor ugye Bill Clinton volt az elnök, Hillary pedig a first lady, és egészen megdöbbentő konkrétumokkal rukkol majd elő ez a könyv.
és lát napvilágot. Sok mindent elárul a Clinton családról. A titkosszolgálat vezetője pedig elmondta, ő egyértelműen szeretné, ha nem Hillary Clinton lenne az Amerikai Egyesült Államok elnöke, mert már First Lady-ként is csinált nagyon érdekes dolgokat, többek között megverte az ő férjét, akinek beleadott a szeme és a szája. Igen. Még kemény asszony, pont azért lesz jó vezető. Ennyi. Igen. Ennyi. Az író pedig már azóta tanulvédén, hogy programban van. Valahol nagyon elrejtve, igen. Na, szóval, hogy ezek voltak a mai témáink, és most jönnek a nap legjobb pillanat. Ez itt a Morning Show, a Klassz FM-en. 5 perc van pontosan 10 óra. Csabi, hello! Jó reggelt! Hello, műsor! Felállítottam a medencét, képzeljétek el! A medencét! Végre! Azt hittem, kertben! Azt hittem, kiléptél a komfortzónából, és ma így kicsit erősebben indítasz egy megszólás. Csabi, na, hallottam tegnap a Julit. Nagy az öröm otthon, mert... Hogy tegnap előtt a Julit, hogy ők is medencéznek. De én már egyszer próbálkoztam vele május végén. De nem állt fel. De akkor nem, kiderült, hogy a tavalyi medencénk már nem áll fel, tehát ott lyukak keletkeztek rajta, úgyhogy azt dobtam a kukába, tehát mi így javítjuk, hogy kukázzuk, és veszünk egy másikat. Hát, úrnak születni kell. Na, de én próbáltam megragasztani, de nincs az a ragasztó, amit ezt a sok lyukat be tudtam. Nem találtam meg a lyukakat, és folyamatosan leeresztett, és ilyenkor kicsit bedühödök, kiengedem a vizet, kuka és egy másik. És most van megint medence a kertben. Megint a domaszék strand. Bele, hogy ez mekkora? Nem, sosem mértem le. Sosem? De 80 centi magas, és 4 méter az átmérője. Tehát hát ez egy matek érettségi feladat, ki lehet számolni. Egyébként nem kellett hány méter víz. Hány köbméter, 80 centi magas, 4 méter sugarú kör, vagy átmérőjű kör. Csak az interneten rendeltük hozzá a takarófóliát, és az még nem jött meg. Akkor... feltöltöttem vízzel, és már nagyon koszos lett. Úgyhogy majd ennek már van saját szűrőrendszere? Persze. Egy hát van egy kis szűrő hozzá. Tehát aha. Nem amikor... a Laura kiskanállal. Nem kiskanál, háló. De amikor mondjuk a gyerekek beugrálnak a fűről, akkor a fűcsomókat vagy a fűdarabokat azért a szűrő nem veszi ki, tehát az tényleg a hálóval kell. Ha átmegyek hozzád és belegítelek, akkor mit csinálsz? Össze-vissza hát vele. Semmi. Ha ugyanod a medencének a sarkába tereli majd, ahol az üres sörös dobozok vannak meg a használt kotonok. Max mutogatja egy kicsit. Megpróbál megvizsgálni, hogy ez a tiéd vagy az enyém. Kicsit irény is vagyok. Na, hívjuk a nap hallgatóját már is, ha mondja, hogy Morning Show, akkor adunk egy szép kis ajándékcsomagot. De ugye most nem jön a hideg, most, hogy van medencére. Vasárnap jön a hidegfront, addig jó idő lesz. De kis eső. De kicsi csak. Eső, picit pár napra lehűl, fújunk egyet, jó. Újra meleg. Jó ez? Nincs ezzel baj. Morning Show. Ó, jó reggelt. Bandi, jó helyen vagyunk, hello. Jó helyen, hello. Hello. Ugye Feri azt mondta, elmesélte egy történet, hogy a kerületben igényelhető 15 000 forint, ha a gyermek jól tanul. Ugye erről beszéltünk, megosztotta a hallgatóinkat ez a téma erősen, pro és kontra jött nagyon sok hozzászólás, te azt írtad nekünk, légy szíves, váltsatok témát, mert kettes az átlagom, és a végén még én fizetek. Ezt írtad nekünk. Jó, de jó. Ennyire kemény a helyzet, Bandi, tényleg? Az jó sem, hogy így volt. Már nem így van, mert dolgozom, de sajnos ez így volt. Majdnem. Kettes átlaggal nyomtad végesül. Kb. Ja. És most mit csinálsz? Most... Önkormányzati képviselő vagyok a 13. kerületben. Mi döntjük el, hogy kőműves. Úgy dolgozom. Kőművesként dolgozom. Jól van. Mandikám, egy nagyon szép ajándékcsomaggal. Nagyon köszönöm. Honorálnánk meg ezt a kis SMS-t, jó? Nagyon jó, nagyon jó. Köszi, hogy minket hallgatsz. Ciao. Szia. Hello, szia. Hello. Na, kiszámolták, kb. 10 köbméteres a medencét. Nekem az kicsit túl soknak tűnik egyébként, de lehet, hogy annyi. Nem tudom. Nincs is jelentősége. Milyen zenéid lesznek, Csabi? Lucas Graham. Ki? Lucas Graham. Ja, Lucas. Ez egy dán zenekar, a Seven Years című slágere talán emlékeztek, egy-két hónappal ezelőtt jött, és rajt ezen keresztül lehetett ezt a csapatot itt jobban megismerni. És most van egy új daluk, a Mama Said. Ez már a második lemezük, és érdekes, hogy nem adnak címet a lemeznek, tehát ugyanúgy Lucas Graham ennek is a címe, mint az első lemeznek, csak ennek a borítója kék, ezért így zárójelben Blue albumnak hívják. És ezen van ez a Mama Said. Kicsit tempósabb, a Seven Years az ilyen lassú volt, ilyen melankolikus. Ez jobb. Már azt is szeretni, nyaras de ez... medencés, ugye? Igen. Medencében hallgatós dal. Meghallgatjuk. És hogyha ez tetszik, akkor ugyanezzel a címmel hallgassatok meg egy Metallica számot ezt is. Tudtam, hogy rá fogsz csapni. Annyira tudtam. És van a My Mama Said, azt pedig Lenny Kravitz, azt is meghallgathatjátok. Ez tök jó. Na menjünk, holnap jövünk 6 órakor. Szép napot mindenkinek, szevasztok! Ciao, ciao. Hölgyeim és uraim!
Ez volt már a Morning Show. A Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggel.